Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani! Sziasztok! Hello Feri! Hello, szevasztok! Jó reggel! Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, megjöttünk. Időjárásunkban mit sem változott. Mondhatni, 2 darab fokocska. Nálunk meg egy nullácska. Nullácska? Reggel, amikor jöttem, nem hittem a szememnek, illetve de hittem neki, miután fel tudtam pattintani, hogy ott álltam, és mondom, figyelj, ez lehet, Janikám, hogy ez most itt kevés lesz rajtad, ez a kis gönc. Úgy érzem, akkor beizítottam a telefont, és látom, hogy nulla fok. Megbeszélted magaddal, hogy mit kéne fölvenni? Így van, és akkor elment mellettem egy hölgyön, furcsán nézett rám. Mondtam, hogy semmi gond, csak dumálok a srácsal. De mit mondott Jani, hogy nem akarja fölvenni, és akkor Jani mondta, hogy vedd föl? De hogy vedd föl mindenképpen, aztán Jani meggyőzte Janit, hogy nem, mégse vegye föl, elég lesz az, ami tegnap nem volt elég. Nem volt elég, szétfagytam. Úgyhogy nagyon jó volt. Nagyon jó volt, hát nullácska. Ez így van. És holnap lesz elviekben a leghidegebb nap a héten. Na, mit mond? Mit ír? Hát arra mondjuk, hogy ott már, éjjel már nagyon komoly mínuszok lesznek, reggel meg azért 0 fok alá is mehet. De erre prognosztizálták. Aztán a hétvégén talán jön egy kis havacska is még. Az szuper. Melegszik és havazik? Plusz, ilyen 3-4 gondolom. Ma ráadásul külsőben forgatunk, úgyhogy... Jó, nagyon jó lesz. Jobb, de fürdőgatyás. Persze, meg. Abszolút. Ne viccelj. Csak és kizárólag fürdőnadrág és Dunai átúszás. Tehát ez a terv. Akkor leszünk zárt, hogy a másunkban egy gödröt kb. Igen, úgy igen, ma ja. Külsőben. És végig olyan helyen, ahol nincs és semmilyen melegedő, meg semmi, úgyhogy katonassághoz megyünk forgatni. Ó, belekóstolsz? Kicsit, igen. Aha. Itt az idő. Ami elmaradt, azt most pótolod. A puhányok és a nyámnyilák stábját fogom képviselni, én, aki nem voltam katona. Ez neked meg örömterep lesz végre, Jani. Én nekem nosztalgia az lesz. Igaz. Nyomod hajtogatni a cuccokat. Hát jó fejek voltak egyébként, de azért annyira nem. Nem voltak hajlandók adni nekem egy rendes egyenruhát. Hát de mi? Őrmesteri parolival. Ja, hogy rögtön őrmester, mi? Hát, az vagyok. Ja, hogy te az vagy? Persze, az. Mert amikor az leszel, van, aki közlegény marad? Mert a nyavajás bokorugró ne kapjon, de én kapjak már. Megdolgoztam érte. Annak idején igen, de ez már másik egyenruha. Na, ja, hát igen. Igen. Szóval őrmester úr, így kell téged szólítani. Jó, nagyon szép. Igen, őrmester, én meg mi vagyok? Közlegény? Nem, honvéd. Ja, honvéd és a közlegény nem ugyanaz? De tulajdonképpen, hogyha szigorúak vagyunk, akkor persze ugyan, de hogy te honvéd vagy. Uh-huh. Honvéd. Aha, hülyeség. Ő szívathat téged? Egy őrmester szívathatja a honvédot? Ne, hát régen. Nyilván régen, persze. Hogyne, persze. Adjál neki. Még abban az időszakban voltam, hogy elvtársként vonultam, bajtársként szolgáltam, és úrként szereltem. Tényleg. Egyébként jó, ez az volt a változás időszaka. Hát aki ugye beleesett ebbe a dologba. Én, nekem is nagyon hiányzik a katonaság. Gondolom. Majd sokat mesélsz, Balázs, jó? Gondolom. Te is megúszós voltál, nem? Persze. Iszonyú népszerű lett volna. A konyhások mindig a legnépszerűbbek. Tökre elképp tudtam volna képzelni, hogy Feri ott minden zsákok, minden demizsonok, minden hogy hívjákok, edények is, minden raktárak ura. A kis kulcs csomóval az oldalán, tudod. Hogy mi volt a csere alap, arról tudsz mesélni? Mert ez engem érdekelne. Tehát tételezzük föl, hogy mi együtt vagyunk katonák, én konyhás vagyok, tehát az előbb említett szortimentnek a birtokosa. Bármit kész, én el tudom neked intézni, adok neked pacalt, bélszint, amit akarsz, jöhetsz hozzám enni, inni. Mit kapok érte cserébe? Becsukják a szemüket, ha eltávra mész a büfében, cigarettát, ezt, azt. Hát na, tudod. Tessék, látod? Nem is volt katona, de tudja. Hát nekem a bátyám volt katona, én ezért ezt vele végigcsináltam, ráadásul még 12 hónapot. Kimész úgy, hogy nem írnak ki téged, eltávra mész, nem veszik észre, később jössz vissza, és beléptetnek úgy a laktanyába, hogy hop-hopot, nem senki nem látta, hogy már az eltávidőt lejárt, és később jöttél vissza, kapsz egy karton cigit, amit te tovább csöncselsz, majd valamiért, elmész a kantinba, valakinek a számlájára is szól. Tehát azért ezek ilyen kis apróbb dolgok, hasonló, mint a börtön, csak kicsit szabadabban, de nagyjából ugyanaz. Tehát egy doboz cigi, egy üvegpia, nem? Persze, egy nap eltáv, ez az. Kapsz 20-30-40 liter benzint, vagy esetleg gázolajat, a készülőt autókból leszívva. Igen. Nekem kell leszívni. Persze, tehát, hogy érted, hogy kérem annyi hosszú eltávon, mint te. Igen, ha egy-két fejesnek ott meg intézel egy-két jó kaját, hát akkor ott gyorsan kiírnak téged eltávra, hosszú eltávra, hazamehetsz ünnepekkor, tehát tudám az lejteni erősen az a pálya. Az a pálya, jó? Igen. A lezredes úr, vigyem már családnak ebben. Nem sok reggeli tornán veszel részt.
Hát ez egyébként sem alkalmatlan vagyok rá, de jó, így most már értem. Azt mondjuk én bírtam volna, az nekem nincs baj, a fizikumommal nincs baj. Egyszerűen időrablásnak, értelmetlennek, ostobának és öncélúnak gondoltam. Akkor nyilván aztán azért ennek van célja és értelme, hiszen ma oda megyünk, és ezt kell mondanom. De hogy az utóbbi években szerintem, amikor már leamortizálódott maga a katonaság intézménye, hát akkor azért ennek a 9 hónapnak már kaptál egy darab lőszert, amit előettél, tudod, a végén már ilyenek voltak. Ja, szóval. Nekik is 9-et kaptak. Vagy 9-et, igen. Szóval, hogy hát sokkal jobb. Aki volt katona és kapott 9 lőszert, az körbe annyira tud lőni, mint én, aki nem voltam katona. Igen, én, aki még fegyvert se fogtam nagyon. Na, én ennyit kaptam, de majd. Majd kiderül a különbség? Látod, egy rövid sorozatot azért elesz bele a lefekvőbe. Igen, ott állnak a frontvonalon, 2 mondatban elmondani. Ezt húzd hátra, Bali, arra lőjél. Már lőnék is. Ami mozog. Ja, úgyhogy már összeismerkedtünk egy-két dologgal. Összeismerkedtem a régi barátommal, az AMD-65-össel. Balázs. AMD-65, az micsoda? Automata módosított Desszant géppisztoly. Vagy... Ez AMD-zet, szerintem azt tudtam, hogy valami puska. Persze, de hát rövidítés, ne vicc. Miért van ilyen erotikusan suttogó hangod, Jani? Mondd meg nekem. Mert hideg volt és fázott. Ez már a őrmesterként elnyerni a bizalmadat. Ne, adj már egy kis hangot már, hogy magadnak, mert ez az erotikusan suttogó hang, borsozik át, fülembe erotizálod a hangodat. Forgatás mi van? Igen. De hány hölgy hallgatónk vereti most le magát, forró zuhannyal a hangomra. Igen, szerinted ez történik? Én persze, hogy meghallják, rögtön visszamennek. Na jó, van. Villogtam a reggel egy hallgatónak, gyerekek, és visszavillogott, és most megírta, hogy ki volt. Ekkor a sztori, mi? Rendes. Nem, kopasz úr valahogy ott szembe jött velem, és rám villogott, én meg nem tudtam, hogy ki ő, és visszavillogtam. Azóta nem lát, mondjuk. Igen, nem, vészvillogóval. Ja, már mögöttem volt. Mögém került, úgyhogy hátulról próbált közelíteni. Fotóztam nektek ma reggel valamit. Na. Van egy csomó autónak a hátulján, tudod, reklám dolog, és hát ez egy kicsit megdöbbentett egyébként. Ez van ráírva. Ez egy e-mail, vagy hogy hívek, ez weboldal cím. Fölmentem rá. Ez meleg. Ez nagyon meleg, annyit elmondhatunk, az van ráírva, hogy temetési zene. Temetésizene.hu. Na most várjál, én fölmentem a weboldalra, a következőket találtam, van próba temetés, és online temetés is. Tudom, hogy morbid a sztori, ne a temetés részét nézzük ennek a dolognak, csak hogy valaki ezt így megpróbálta, egyrészt, hogy autón hirdeti, tehát, hogy ez hátul kint van, másrészt pedig lehet, hogy jó a szolgáltatás, nagyon nem tudtam még belenézni, de a próbatemetésbe beleolvastam, és az van, hogy így összehozza a családot, hogy ti tudjatok beszélgetni temetés előtt. Tehát még nem halt meg senki, de hogy valaki már olyan szarul néz ki viszonylag, picit ki el vagy csápadva. Te figyelj, jöjjünk már össze, és dumáljuk meg, hogy mi lesz. Hogy mi legyen. Igen, hogy mi lesz, hogyha véletlenül mégis csak meghalsz. És csinálnak egy forgatókönyvet, hogy melyik legyen az a drámai pillanat, amikor majd, hogy hívják, Manyi néni felzokog, vagy ilyesmi. Nagyon-nagyon-nagyon szeretek erről beszélni. A halálnak a magyar megfogalmazása, hogy mi nem tudunk vele mit kezdeni, azt értem, hogy mit akarsz ezzel mondani, de hogy nem gondolom, hogy ez az út, hogy jöjjünk össze, és akkor haldoklom. Én azt gondolom, hogy akkor tényleg legyen ez a zene, és ahogy Jani mondja, akkor Manyi néni a negyedik percben zokogja. Képzeld el, hogy egyébként valahol, de... Hogy tehát, segít? Igen, nagyon. Tehát, hogyha erről kezdesz el beszélni, és ezt így átéled, és ezt te megbeszéled azzal, aki aldoklik, de mondjuk még elmondja, hogy azt szeretné, hogy engem gyerekek, engem szórjatok szét, és ez a zene szóljon, és ne bőgjetek, majd egyszer találkozunk, ha valaki ez mondjuk így tud állni. Aha. Akkor szerintem az nagyon felszabadító tud lenni. Meg egy de csomó... nem beszélnek az emberek egyébként? Nyilván megbeszélik, hogy milyen temetést legyen, meg ki mit kér, de szerintem azért ezt sokan elfojtjuk magunkba, vagy elfojtják. De. Online temetés, nagyon jó. Ugye? A világ bármely pontjáról követhetővé teszik a temetést. Hát, adnak egy belépési kódot nyilván valahova, és kamerákkal nézik. Nem. Ezek jó dolgok. Nekem a legnagyobb szívfájdalom ezzel a dologgal kapcsolatban az, amire majd számítok a jövőben, hogy hiába fogom mit tudom, például a Lárpurlártól kérni a vasmacsót a temetésemre, Dolásai Robert előadásában, nem fogják teljesíteni a kérésen. Tehát biztos valami kicsit közhelyes, ilyen nagyon szomorú, hogy lehangoló, letargjuk, valami zenét fognak berakni, ahogy egyébként mindig minden temetésre raknak be, és én meg nem kapod. De szerintem kérhetsz. Kérhetsz. Tehát, hogy te nem tehát de, szólhatsz. Ott már nem szólhatsz. Na de tudod, mi lesz, hogy... Tehát most képzeld el a sztorit, hogy János szegény elhalálozik 85 évesen, nagyszámú unokái fogják majd rendezni a temetést, és odaírja ezt a vasmacsót, azt mondják, na, papa, menjél már izébe. Akkor már meg volt kattamva az öreg igen, egy kicsit. Igen, érted, és nem... Na jó, de te előre be tudod rakni. Tehát, hogyha te ugye egy-két hét mire megszervezed, ha te úgy szervezed, akkor leadják neked. Ha a zenekar szervezel oda, akkor a zenekar is játszik ott neked. Aha. Tehát minden ilyet egyébként. Lehet nyilván ennek költsége van, de
de ha most akarod, hogy ketten ott a levegőbe lőjenek, egy AMD-vel, sortűz legyen, akkor az is megoldható. Tehát ezekre mind van lehetőség. Annyira jó lenne, pedig érde felcsendülne, hogy a szomszéd fiú izmosabb volt, egy szagos radír tőlem elrabolt, ha újra látnám, megleckésztetném, és a Magdinént is már nagyon-nagyon-nagyon leverném. Hát igen, nem? Igen. Én kezdő ifjú koromban, amíg Szegeden éltem, próbálkoztam azzal, hogy a temetési kórusban énekeljek, ezt meséltem már nektek, hogy ott aztán tényleg minden volt, de hogy ott ilyen Bartokokat kellett énekelni, meg ilyesmit. Tehát, hogy azt gondolnám, hogy a temetési kórus, aki megy, akkor az kevéssé valószínű, hogy ezt a dalt fogják előadni. Igen, ritkább. Ugye? De van ez a típus, igen. Na mindegy. Szegeden már esik a hó nagy pelyhekben, írja Petya, és mínusz 7 fokot is írnak valahol a hallgatóink. Salgótarján mínusz 4, Ózd mínusz 7, Szekszárd mínusz 1. Az igen. Úgyhogy, hát gyerekek, igen, igen. Ez a plusz 2, plusz 3, mi elég táposak vagyunk itt Pesten ezzel, nem? Na. De nagyvárosi hallgatóink azért így ezt kicsit komolyabban kapják. Ez tényleg csak a fáztak még kategória. Igen. M3-as Nyíregy Miskolc rendőr és napsütés mentes. Attila küldte nekünk pécs szakad a hó, ahogy mondtam. Szegeden szintén esik a hó. Figyeljetek, szerintetek egyébként az országban tényleg az a legfontosabb hír, hogy Vastag Csaba kopaszodik, igen. Aki egyébként valószínűleg nem is kopaszodik. Igen, igen, de jól de látható, mert olvasó 10 000 forintért, bár lehet, hogy most az újság 15-öt fizet, ja nem, a másik fizet 15-öt, egymással licitálnak, egy homályos mobil kamera képét elküldte az újságnak, 10 000 forintért, és most arról írnak. Hát de jó ez. Inkább arról írjanak, mint egyébként mások. Én azt mondom, hogy inkább ez legyen a vezetőír, mint bármilyen más tragédia, nem? Na biztos, hát figyelj, bulvár újságba belefér, mint ja. Szinte vezetőhír, tehát bulvár. Igen, igen. Kopaszodik szegény Csabi? Há, meg hát van, meg van, ott vízesedve a haja, és akkor kicsit lelapult, aztán. Hm. De ha kopaszodik is. Szeretnék én így kopaszodni. Ugye? Csaba, én cserélnék veled. Egy nagy lobont. Cserélnék veled sérót. Szeretnél Vastag Csaba lenni? Nem, csak séró. Igen? Nem akarok Csaba lenni. Én jó vagyok, így jól érzem magam a bőrömben. De akkor még kell a haja vagy? A bőröndben. A bőröndben, igen. Hogy állunk játékkal? Hát szánalmasan 2-0-ra visznek a hallgatók. Ajaj. Egyet hát, illetve... hát nem ajaj, mert meg hát ezt magadnak mondjad, mi már játszottunk a héten. Azt látom az eredményt. Azt látom, hogy nagyon. Nagyon ügyi nyomjátok ezt a hetet. Nem voltunk rosszak, csak nem sikerült. Így van, csak nem volt egy jó sem. János még szép volt, mert ők kihúzták az egy percet, én neveztem egy gyönyörűt. De szinte úgy neveztem, hogy észre se vettük. Csak a végén. Ugye egy ilyen áll nem volt. Igen. Konkrétan át is siklottunk rajta. De mert már olyan szépen mondok nemet is, hogy nem tűnik fel. Csak a hallgatóknak. Fel se tűn. Mit csinálsz? Veszel? Veszel egyet? Nem már, nem vesztelj már. Gyerekek, ha vegyünk egyet, kodó, kinek mi kell. lesz itt minden. Na jó, van, lehet jelentkezni játékra egész nyugodtan. Jó? Jó. Az AMD 65 AK-40-t nem géppisztoly, hanem gépkarabély. Gyerekek, nekem ilyet nem írjatok, tök ne mindegy. Arra, én mondtam a puskát, azt hiszem még ezt a szót is alkalmaztam. Ma ilyet mondanám, ma ott hiszem meg elpopsiznának. De jó lenne. Igen. Van majd bünti lesz? Tessék? Legyen már. Legyen, persze. Fog kezdetek súrolni. Kedves hallgatónak, majd megmondom egészen pontosan, hogy mi annak a nyomtatványnak a neve, amit a Magyar Honvédségben rendszeresítettek, és abban géppisztolyként szerepel meg az AMD 65, és én még úgy tanultam. Aha. Eplényben már lehet síelni, Bali írja nekünk. Eplényben már lehet síelni, Bali. Nem mindegy. Az sem mindegy ám, hogy Bali írja, vagy Balinak szólnak. Fogtechnikus küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Jól van, jönnek a hírek, játékra lehet jelentkezni, egész nyugodtan, mi pedig itt vagyunk Ákos híre után. Pontosan 4 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk, a lőtéren mínusz 1 fok van, írják nekünk azon. Nagyon jó. Hallgatóink, akik tudják, hogy megyünk. Reméljük, a helyzet javulni fog. Hát, valami jeges északi szelet mondanak, úgyhogy... És nem a pingvinek szempontjából. Úgyhogy valószínűleg nem fog. Valami déli, vagy nem is északi szél jön. Aha, ott. Na. A déli vidéken, amerre megyünk, úgyhogy nem hangzik túl jól. Majd köldöktől lefelé takarlak. Jó. Szélvédet leszel, és ez a legfontosabb. Állj közel hozzám, akkor melegítjük egymást. Na, hát nézem, vannak arcoskodó hallgatóink. Az a jó... Hát zsák a foltját, ugye?
arcoskodó műsorvezető, arcoskodó hallgató. Nem, most nem is arcoskodtunk, nem? Vagy igen? Tegnap még igen. Tegnap még igen, de aztán nem. Na jó, megnézzük akkor, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Szia, szia! Hello, vagyok. Ki vagy? Yeah. Zsuzsa. Zsuzsa, hello, Zsuzsi, Zsuzsi, amelyik? Inkább Zsuzsa. Zsuzsa, hello, Zsuzsa, honnan hívsz minket? Szigethalomról. Szigethalom, vízhangzol, gyárban vagy, munkában vagy, hol, hol vagy? Munkahelyen, konyhán. Konyhán, aha. Hányan vagytok ott? Négy, öten. Ennél majd többet fogsz beszélni a játékban. 3, 4, 5, 5. Jó, öten. Mit főztök, vagy mit csináltok? Hát a rendezvényünk ma. És arra készülünk, meg hát a többit, amit menüs ételeinket főzzük. Aha, rendezvény, de mi esküvő, vagy van már valami karácsonyi parti? Nem, ez egy ilyen céges rendezvény. Céges rendezvény. Hát igen, ilyenkor megszaporodnak a céges rendezvények. A haknik! Igen? Nem? Szó-szó? Hát, nem Feritől kér, csendeske? Csendes a december. Ráérek még. Nem, még válasz? Vannak azért. Nem tudom, most valahogy így már lehet. Nálatok egy céges rendezvény? Volt. Pont erről beszéltünk, egyrészt volt a gokártozás, az egy ilyen céges karácsonyi buli volt, csak Ferire néztem közben, hogy mennyire vannak céges rendezvények decemberben. Igen, én szoktam vállalni, és így nagyon jó volt a szeptember, meg az október is, és a decemberre most van egy-kettő, de hogy úgy valahogy... Hát most mást írnak, nem? Lehet, hogy másért, semmi baj nincs vele, nem panasz egyébként a dolog, de lehet, hogy engem már meguntak. Igen. Kivel szeretné játszani, Zsuzsi? Hát végül is mindegy. Nekem a Jani lenne a legjobb, de mindegy. Az a lényeg, hogy meg kell nyernem, mert akkor elvisszük a hetet. A párom ezt mondta. Igen? Rendszeresen hallgat titeket reggelente. Ha van párod, akkor viszont nem érdekelsz. Játsz a Balázsra. Oké, rendben van. Jöhet a Balázs. Figyelj, erről csak ti dönthettek, mi nem tudjuk ezt helyettetek eldönteni. Tehát mondj egy nevet, és tálcán kínáljuk neked a fejét. ABCD, Balázs. Jó, legyen Balázs. De hát a Janit mondtad először. Amit akarsz. Legyek én? Legyél te, Balázs. Játszom én. Jó. Nálam nincs topper. Na, majd mérem mással. Jó van? Na, nem baj, a lányok így szurkolnak nekem, úgyhogy... Igen, halljuk a siserehadat hátul. Oké. Okay. Na, jó van. Ne, essünk akkor egymásnak, János. 3, 2, 1, fire! Na. Igen. Figyelek. Hát akkor szerintem ott vége is a játéknak. Nem, mi nem kezdődött el. De elkezdődött. Az volt, hogy na, mondtam, hogy na, erre mondtad, hogy szia, igen, figyelek. Ez így ebben a sorrendben hangzott el. Jaj, hát bocsánat, de hát... Mit nem hallottál a játékkezdést? Igen. Hát János visszaszámolt 3, 2, 1, fire. Köszönöm, oké. Okay. Csak idegen nyelven. Igen. Figyelek, figyelek. Már mire? Hogy... Ezt pedig kirátok. Csak rátok, figyelek. Ja, de drága vagy, csak hogy vége a játéknak, mert akkora igen durantottál be a második másodpercben, mint a húzat. Ja, hát a játékkezdést nem hallottam. De szívem, a János visszaszámolt, mint minden egyes reggel, 3, 2, 1, fire, és akkor hallod ezt a felütést a dobokkal így, és ez jelenti azt, hogy elkezdődött a játék. Jaj, értem. Igen. Akkor. Gyerekek, már meg se kellett szólalnom. Mi annyit nem tudtam, hogy mikmak. De ezzel indítottál volna? Én ezzel indítottam, hogy itt vagy, Zsuzsa, mikmak. Még belefér, mert 50 hát én nagyon régen játszottam már egyébként, fel voltam készülve egy jó kis játékra. Sajnálom. Egy picit mi is, mert olyan kis, olyan kielégületlenül hagysz most itt minket, legalábbis a játék szempontjából mindenképp. Zsuzsi, kollega nem kinevetett. Nem, van humorérzéke, csak értettem. Van, persze, van nekünk humorérzékünk, az van. Ha már játszani nem tudtok. Jó van, Zsuzsi, hűlünk csak. Figyelj, kapsz egy visszavágót valamikor, mit szólsz hozzá? Mert ez valahogy nem, nekem ez nem tiszta ez a játék. Játszunk? Jó, hajrá, köszönöm szépen. Fölírjuk a számodat, és egy pár hét múlva megígérjük, hogy akkor egy újabb lehetőség. Csak azért, mert egy nagyon rövid, nagyon fura, nagyon
ilyen nem tudom, fura vége volt. Nem volt kedve, aztán kedvet csináltál neki, de azért mégiscsak valahogy egy kis hiányérzettel hagyta most abba a játékot a Balázs, és hát így, hát így te nem is lehet. Hiányérzettel hagytad volna, abban nem tudtál volna megszólalni a játékban. Zsuzsi, benne vagy egy pár hét múlva? Én benne vagyok mindenben. Jó. Főzettek, készülődjetek, és akkor egy pár hét múlva játszunk, jó? Oké, okay, köszönöm, vagy... szia, oké. Okay. Ha benne vagy mindenben, akkor inkább legyek mégis én, jó? Jó, rendben, oké. Okay. Jó munkát nektek, ciao. Oké, okay, szia, szia. Hello, hello. Várjál csak, 2-1. Hey ho, Szilve. Nem, ez nem nekem szól, mert nem csináltam semmit. Dehogy nem. Semmit, meg se tudtam szólalni. Hát ez... Yeah. Hadd beszéljünk már rád egy rohadt. Jó, a kettőjét behúztuk. Ugyanúgy működtél, mint a Magyar Honvédség. Nem kell háborúba menni, mert elrettent. A frászt hoztam rá, igen. Jól van, 2-1, de még semmi nincs viszve. Ezt a holnap is lehet próbálkozni. 5 perc múlva 7 óra, jövünk a hírek után. Az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra, úgy pontosan 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jelentkeznék Óven bácsira és Beru nénire, már most írja egy hallgató. Hát igen, jobb később, mint soha lehet. Egyébként az óra végén ezt játsszuk. Balázs passzív volt, belekergette az igenbe. Nem volt szép, írja Attila, ez igaz. Én még ilyen agresszív passzivitást ugye? Nem tapasztaltam soha a rádiós pályafutásom során. És örülök, hogy a hallgató ezt megírta, mert ennyire agresszíven nem csináltál semmit, még én már akkor szóltam, de most azért nagyon durva volt. Szinte éreztem, hogy lögdösöd a hallgatót az igen felé. Borzasztó, hallgatni is szörnyű volt. Igen. Csoda, hogy nem a fekete-fehért, mondta ki, vagy a neme. Egy nagyon rövid játékon vagyunk túl, ha valaki nem hallotta volna. Jönnek a hangulat, illetve helyzetjelentések inkább, meg időjárás jelentések mindenhonnan. Körülbelül a -1 és a -5 fok között vannak a hőmérsékletek, amiket kapunk. Valaki írja, csodálatosak ezek a hókotrók, képesek el reggel 5-től dolgozni. Remélem nem árt meg neki a korai kelés. Üdv Zsolt. És már van hol kotorni? Mert vagy a Mátrában? Nem tudom, vagy a hírekben hallott valamit. Hívjátok fel, és megpecsételem a sorsotokat, írja egy hallgató. Majd holnap. A mai fiatalokra tényleg ráférne egy év katonaság, tanulnának rendet, fegyelmet, tudnék mesélni, írja András. Igen, ugye korra reggel arról beszélgettünk, hogy megyünk ma a katonasághoz forgatni, és mi ketten ezt megúsztuk. Így van. Valaki pedig arra reagál, ugye, hogy... hogy mi is rendesebb emberek lettünk volna, ha katonák vagyunk. Bizony. Igen. De majd elmegyünk és csinálunk egy kis perpatvart. Szegények. Egy kis káosz. Őket. Ti megjelentek. Na, hát egy szomorú hír, amivel foglalkozunk egy picit és beszélünk róla. Megindította a végrehajtást a MÁV ZRT, a Józsefvárosi kínai piac területének bérlője ellen. Gyerekek! Kinek szomorú? A MÁV-nak, a Józsefvárosi piacnak, vagy a vásárlóknak? A vásárlóknak szerintem leginkább. A négy tigris piac még küzd, hogy megérje a karácsonyt, de utána úgy néz ki, hogy hát tulajdonképpen be kell zárni a kapukat. Vége a Kánaánnak. Igen. Szerintük egyébként hát még megtámadható a felmondást rögzítő okirat, de úgy néz ki, hogy a négy tigris piac nem sokára végleg bezárja kapuit, és búcsúzunk egy újabb, nagyon fontos, hát hogy is mondjam, nagyon fontos elemtől, ami az életünket, vagy sokak életét meghatározta, a kínai piacon való vásárlás. Mármint attól a kínai piactól búcsúzunk. Mármint attól a kínai piactól, de most már egyre több kínai piactól búcsúzunk. Ott a közelben azért még van kicsit, hogy is mondjam, csak kulturáltabb körülmények között is vásárlási lehetőség szintén. Igen, csak drágább. Tehát olcsó az is, de drágább, mint a négy tigris, mert a négy tigris ugye pont azért tud nagyon olcsó lenni. Hát arról most nem beszélünk, hogy egyrészt a számlaadási kötelezettség az hogy van, de hogyha csak ha ezt ettől eltekintünk, akkor azért az megvan az tényleg a része, olcsó a hely, hogyha egyébként bemész. Van ugye ebből nagy épületszerű is, akkor ott nekik bérleti díjat kell fizetni, itt meg nem. De mi köze ennek a MÁV-hoz? A MÁV-é a terület? Igen, igen. És mit akar a MÁV? Gyors vágányokat oda csinálni, legyen rendes? Hadd kérdezzük tőled valamit, Feri. Tehát neked van egy telked. Igen. Bérbe adtad valakinek egy bizonyos időre, és ez a bérleti szerződés lejárt. És utána te mondjuk akarsz csinálni valamit azzal a területtel, vagy nem akarsz csinálni azzal a területtel, attól még az ugye a tiéd. Persze, persze. De kiadhatom neki újra, négy tigrisnek. Igen, de ha te nem akarod... Akkor oké, persze, nincs ez. Csak így kérdeztem. Hogy... Nem, mert csak szerintem az ember azt csinál a saját tulajdonával,
amit akar. Azt. Ha máv ott nem akar semmit csinálni, csak egy kacsaúztatot, hogy be akarja szántani és be akarja letni árpával, akkor is megteheti. Igen. Jogilag ez a dolog, ez teljesen tiszta. Ja, nem is volt kérdés. Aha. Nem tudom, hogy jogilag ez mennyire tiszta, mert itt közben meg hadakoznak, azért a KFT és a MÁV őrületes, tehát a hónapok óta zajlik a megtámadás, felmondás, fel nem mondás, ügyvédek esnek egymásnak, tehát itt azért mindenkinek sok baja van ezzel az üggyel, de az az érdekes, hogy ugye most megpróbálják ellehetetleníteni a piacot, már elzárták a közműveket, tehát ilyen finom öldökrész zajlik most jelen pillanatban. És ezzel próbálják rábírni egyébként a KFT-t, hogy adját a területet, lekapcsolták az áramot, a vízszolgáltatás korlátozásáról jelenleg folynak tárgyalások, de a lényeg, hogy a piac még küzd. Még ott van, még karácsonyig próbálnak kitartani, hogy most jogos az igény, vagy hogy milyen jogi procedúra van, ez szerintem évekre vezethető vissza, ez pontosan egyébként nem tudom, de nem is ebbe akarok belemenni, hanem hogy mi tűnik el, ha eltűnik a kínai piac. Mert hogy nyilván mindenkinek van élménye arról, rengeteg nő jár például oda, akik parfümöt alkudoznak, akik olyan dolgokat vesznek meg, amit egyébként máshol is meg tudnának venni régen, cigarettát, csak olcsóbban, mert most hogy nem kellett neki. Lehet, hogy most is vagy hamisítván, vagy nem, de régen azért egy csomó olyan eredeti dolog volt, amire valahogy a kicsi kínaiak nem fizettek, vagy áfát, vagy adót, vagy bármit, de be tudták hozni valahogy, diplomata útlevelet emlegettek régen, meg mit tudom én, tudod, akik nem nyitják ki a táskát, és akkor behoztak három Armani parfümöt. Armani, milyen szépen mondtam. Igen, hát ez egy hát kínai is mondtam. De hogy mindenkinek van élménye arról, kicsi Armani, az úgy van. Így van. Hogy ott mi fog hiányozni, hogy ott mit veszel, mert hogy ott a háziasszonyok járnak egyébként, férfiak, nők. Szerintem egy csomó olyan ember is, aki nem ismeri be magának, hogy néha kicsit jó kimenni a piacra, venni 2 kiló kávét, egy doboz cigit, ugye az már nagyon nem szeretik azért, ha doboz cigit veszel, meg 2 parfümöt, ami mondjuk igazi. Nekem a társaság, mert hogy ilyen elit közegben, tehát hogy ott, ahol mondjuk az egyfőre eső diplomaták száma olyan magas, én nagyon ritkán vagyok. És más az emelkedett hangnem is, amivel ők beszélgetnek. Egyébként például ruhaügyben határozottan jó tud lenni az, amikor mondjuk a 4 éves gyerekednek vásárolsz valamit, ami egy rendes bódban 10 000 forint, és tudod, hogy egy fél évig lesz jó. Érted? Tehát, hogy nem fog többet kibírni a ruha, akkor odamész, ott megveszed 100 forintért, és ezt a fél évet egyébként gyönyörűen kibírja. Nyilván vannak minőségi kifogások. Ruhát soha nem vettem. Hamisítvány? A legtöbb. Egyébként alsógatyám az okniban nagyon jók. Tehát volt idő, amikor az ember ugye elkísért valakit, kiment, és meglátta a 10 boxer alsót, 10 pár fekete zoknit, és kemény 600 forintért bevásároltál magadnak. Tehát, hogy azért azt így sokan csinálták. Ruhában milyenek? Vagy milyenek ruhában voltak? Kétféle van. Van a hamisítvány, amikor tényleg kicsi Armani, igen, van rajta, ez az egyik. És van az igazi, ami hamisítvány. És van az igazi kínai, ami viszont hamisítvány, de van a nem márkázat, és abból egyébként vannak egészen jó minőségű darabok is. Ami mondjuk például egy 4 éves gyereknek azt a korát, amíg nem nő meg annyira, hogy kinövi a ruhát, az tökéletes. Na, arra jó. Meg tehát a 2-3 árussal arrébről nézel oda a pultra, akkor tökre igazinak tűnik. De közelebb mész. Ha már közelebb mész, akkor már nem annyi. Ha te kiszúrsz egy kicsi Armanit, hogy az igazi vagy nem, akkor itt harapom keresztül a keverőpultot, és én sem vagyok ilyen nagy izé Armani. Emlékszem még valamikor, nem is tudom, ilyen 15 évvel ezelőtt vettem egy melegítő nadrágot, és így mutattam Múlinak, hogy figyel, érted, nézzen, 1500 volt, de tökre tartós, tökre rendben, mi baj van ennek? Leguggoltam benne, és végigrepett mind a 2 combomon a nadrág. Hát ezek még az ilyen hős idők voltak akkor. Hát olcsó volt, tehát olcsósnak így a leve szokták mondani, úgyhogy, de most azért már lehet kapni náluk jobbat is, tehát amiben több a pamut, meg de a varrás. Igen, de azért a varrás meg az anyag azért az, tehát a ruhában szerintem azért sosem voltak erősek, nem? Tehát, hogy azért az meglehetősen gagyi. De szinte a nadrágban és harisnyában már. Igen, tehát ilyen például, hogy harisnya, igen. De alsó neműben jók, jó a parfüm. Ami számomra teljesen megfoghatatlan, az eredetihez hasonlító, ám de a közelről kicsit a dobozát megvizsgálva, már látod, hogy full kamu hamisítvány, ezek az elektronikai cuccok. Nem igen. A Braun borotva, hanem a Brauen borotva, hogy ezeket honnan szedik? Vagy ezek hogy jönnek be? A szakálvágó, ami nem olyan szakálvágó, csak nagyon hasonlít a te kedvenc szakálvágót. Vagy például mondok egy példát. Az üres doboz, mert hogy ezek sokszor üres dobozok, ugye? Persze. Oda vannak pakolva, és akkor valahonnan előszedik. És akkor valahonnan előkerül. Honnan hozzák azt a rengeteg eredetinek tűnő borotva pengét? Na ezt mondjátok meg nekem, hogy 2000 forint 3 darab borotva penge, a valami zsilethez, vagy tök mindegy, a 3 pengés. Aha.
alól a verás sávos, ők behozzák 600 forintért, és nem tűnik hamisítványnak. Azt honnan? Honnan hozzák be a kínaiak? Hát szerintem leesett valahonnan. Leesett a kamionról. De miért? Van a zsilletnek egy kamionja, ami bejön, és akkor egyszer csak arról leesik. És meg tudtad venni, de 500 forintért 5 darabot, míg a boltban 1990 forint, mondjuk 3 darab. Hogy? Azt nehéz is hamisítani, ahhoz kell egy gyár. Szerintem azok nem hamisítványok. Én azokat néztem, azt szerintem nem hamisítványok. Hát, tudta, hogy a konténerekben a hajón ott hánykolódik, ott kinyílik egy-két ajtó, kicsúszik rajta egy-két lába. Ilyesmi, tehát simán elképzelhető. A ruhát meg tudod oldani, varrónő kell. De a ruhát levarratod, persze. De tényleg egy borotvát, tehát ahhoz egy gyár kell, hogy azt le kell gyártasd az alkatrészeit egy villanyborotvának, például össze kell tenni valahol. Úgyhogy szerintem az ilyen kiesős, kamionból kiesős. Tehát ellopják, megszerzik, hogy leesik a kamionról. Szerintem a házi asszonyoknak kánoán egy ilyen helyen vásárolni. Egyértelműen. Tehát oda kimenni, nyilván nem tudsz bevásárolni egy hétvégi főzésre. Egyébként tévedsz, mert igen. Igen? Igen, tévedsz, mert azt is tudsz. Van egy csomó olyan, ami mondjuk spec kínai, tehát ha valaki erre rá van gyógyulva, speciális kínai alapanyag. Jó, egy kínai alapanyagot, igen. De azért van egy csomó minden, amire például kijárnak csoki, kávé, leves kocka, bizony, ételézesítő, ez cukor, liszt, ezt mind megkapod kint. Igen, ha valaki ott dolgozik most a piacon, és hallgat minket, egy kicsi rádión szólunk bedugva. Kicsi rádión, áram nélkül, akkumulátorral még ott megyünk a négy tigris piacon, akkor hívja már föl minket, csak hogy milyen most ott a közhangulat, mi történik, mi van most, áram nélkül, lassan víz nélkül. Szerintem kitartanak-e még? Milyen áram nélkül? Nem gondolt, hogy az első percben nem indultak be a generátorok. Az áramot lekapcsolták konkrétan. Én úgy tudom, hogy visszakapcsolták, tehát hogy karácsonyig, illetve hogy az év végéig maradhatnak, és a közmű az jár nekik továbbra is. Tehát, igen. Igen. Ebben a cikkben, ami kezem előtt van, az, hogy a közművek elzárásával próbálva rájárni a Máva Józsefvárosi piacot, az áramot lekapcsolták, a vízszolgáltatás korlátozásáról jelenleg tárgyalnak. De hogy ez mikor, ezt nem tudom, lehet, hogy azóta már update-elték ezt a dolgot, és visszakapcsolták nekik az áramot. De ha most hallgatnak minket, kicsi rádió, jól szól rajta, morning show, telefonáljanak be ide. Hát most de csak ők dolgoznak ki. Meghallgatnék egy magyarul beszélő kínai egyébként, hogy milyen állapotok vannak. De hogy lehet, hogy azok a borotva pengék, azok hamisítványok voltak? Hát én nem vettem észre, mert én sem. Azon nem láttam. Megvallom töredelmesen őszintén, én azért rá szoktam fanyolodni ezekre a borotvákra, mert hogy egy picit olcsóbbak, mint bárhol máshol. Tényleg olcsóbbak, de lehet, hogy egyébként két kínai bemegy a tetyóba vagy az Osamba, ellopják, nem, és azt nem, teszik ki, mert ilyen mennyiségben nem tud ember borotva pengét lopni. Ez 100%, hogy nem így van. Honnan a fenébe hozzák? Nem itt lopják. Honnan hozzák az eredeti? Ez szerintem hogy onnan származik, Kínából, ahol legyártják. Na de kínai... akkor a zsillet is Kínába gyártott? Igen. Vagy igen? Hát mindenki ott gyártott, persze. Hát mi mindegyiken ott van Made in China. Minden terméken. Hát nem tudsz ott venni. Volt erre egy ilyen fiatal pár, aki azt mondta, hogy bojkottálni fogja a kínai termékeket egy éven át. Nem sikerült nekik a kísérlet, úgy tudom. Nem tudod megcsinálni. Nem, hát. Valószínűleg ez is onnan van a gyárból. Mert amikor kiviszik az árut, akkor mit tudom én, 10-ből 9 terautó jobbra, egy balra. Ennyi. Mert borotva habban láttam hamisítvány. Tehát mi jött ki belőle? Nem, igen. Borotva abban komolyan láttam a kínai piacon hamisítványt, a G betű, mint az előbb említettem, az volt, csak valahogy egyel, két, tehát nem jól volt írva, és ott volt mellette az eredet, és így nézted, és nem hitted el, hogy a borotva abot hamisítják. Abban mi van? Gondold el, hogy vagy csak a flakó hamisítvány? Igen, Wilkinson, simpla V-vel. Óriásiak egyébként, de mit vettél ott, amikor kijártál? Joggingot. Szabadidőruhát. Ez susogós? Nem, ilyen pamut, nagyon jókat. 2500 forint. Csak neked, kedvezménnyel. Volt kis grátis is. Na, figyelj, mi? Nagyon jó. Megdicsérte? Nem, adtak egy másik alsót ingyen. Érted, szóval, hogy nagyon-nagyon jó volt. Hát a körülmények azok viszont azt mondom, hogy hát... De hogy próbálod ott föl? Hát sehogy, figyelj, nem. Ránézésre megveszed? Meg, ránézésre meg tudom venni, de azért... Beállsz valaki mögé, aki kabátot próbál. Nem vérzik annyira, érte a szívem, megmondom, srácok. Tehát, hogy nagyon sok mindent vettem, de a körülmények most már az elmúlt hónapokban azért nem. Tehát, hogy megérett a pusztulásra, bocsánat, hogy így gondolom. Igen, na szép. Tényleg? Hát de figyelj, én nem voltam. Az Ázsia Centerhez ott egy hatalmas üres terület van, oda megy ki, tehát ők nem szűnnek meg. Csak ezt a kulturálatlan, sim melletti történetet akarják felszámolni. Hát az meg már, bocsoda, nem tudom, ti voltatok-e. Hát azért az elég masszívan néz ki. Hát. Hogy csinálják meg a, nem tudom, most nem akarok márkákat mondani, van egy nagyon drága női cipő.
Én tudom, hogy csinálják meg. Meglátod ugyanazt a típust lekoppintva 3000 forintért. Tehát ők megveszik az eredetit valahol, egy darabot, és levarja a cipőt, vagy odaadja egy rajzolónak? Hogy csinálják? Egy sztorit neked, az én kedvesem Párizsban járt 10 évvel ezelőtt, oda ment hozzá két kínai nő, és azt mondta, hogy legyen kedves, menjen be ide a sarki Louis-ba, Louis Vuittonba, ahogy magyarosan mondják, és vegye meg ezt a 4 darab táskát, itt a készpénz. A 4 darab táskó olyan 2,5 millió forint, ezt így odaadták neki euróban. Odaadták, hogy menjen be, ugyanis képzeld el, a kinti boltokban kínai már nem vásárolhat, a kinti nagyboltokban, ezekben a nagybárkákban. És megvetették vele. És megvetették, Judit nagyon kedves asszony volt akkor még, meg ja, bocsi, most is bocsi, bement, és mondták neki a boltban, hogy elnézést, láttuk, hogy két kínaival beszélt, nem adjuk el a táskát önnek. Képzeljétek el, ugyanis mindenki azért vásárolt nagymárkát, mert azonnal lelopták. Egy eredetit vesznek, kimegy vele, és már gyártják is. Tehát megveszik az eredeti cipőt, lemásolják. Igen. Szétkapják, igen, van, és aztán de... csinálnak belőle szabás mintát. Igen, hagyják, nem? Aha. Jönnek, szétkapják, apró részekre szedik, összerakják, árulják. Mondok ennél durvábbat, mint a Feri mondott, rád licitálok. Hajrá! Hogy állítólag, én azt is hallottam, hogy nagyon komoly világmárkáknál, éjfélkor, egy órakor tök mindegy, amikor lejárt a gyártás, átállítják a gépsort, és ők arról a gépsorról küldik le a hamisokat. Ezt én is hallottam Kínában, ez, igen, amikor kint voltunk. Zajlik, tehát magyarán eredeti, annyi, hogy például az említett márkánál nincs benne a sorozatszám. Ennyi a különbség összesen. Tehát ugyanaz a bőr, ugyanaz a gyönyörű varrás, ugyanaz a minőség. Nem lesz az, hogy mondjuk a V betűt átít kára, még az se lesz. Nem lesz benne a sorozat száma. Na jó, de akkor a borotva pengéket, ha mondjuk legyártják valamelyik országban, akkor abból ugyanolyan, tehát lehet, hogy akkor mégis hamisat vettem. Mert nagyon sokan írják, hogy próbáljátok ki a G-betűset, olyan, mintha epilálná az arcotokat az első használatnál, megszólalásig hasonlít az eredetire. Akkor erre van egy külön gyár. Hát Kínában elképzelhető, hogy egyébként az amerikai pengékre van egy külön gyár, ahol ezt gyártják legálisan? Simán elképzelhető, de most legutóbb ugye volt egy olyan kis terméktesztünk, amikor egy ilyen sarokkeményedés vagy bőrkeményedést ledörzsölő szerkezetet próbáltunk itt a műsorba, és itt volt az eredeti, és itt volt mellette egy az eredeti megszólalásig hasonlító másolat. És hát emlékeztek, a másolat gyakorlatilag 2 perc alatt szétesett. Nem volt olyan teljesítményed, de egyébként meg tök ugyanúgy nézett ki, mint az eredeti. Tehát ők simán meg tudják csinálni azt, hogy látszatra egy ugyanolyan terméket hozzanak létre. Csak az anyagok felhasználása, ugye? Nem ugyanolyan minőség. Hát, de arra emlékeztek, amikor például lemásolták a kínaiak a falut, egy komplett falut. Igen, igen, le. Persze, igen, hát igen. Ők igen, azért igen, nekik nem próbálják, egy falut le tudsz másolni, mert itt volt egy borotva. De akkor a kávé is az? Tehát a kínai piacon megvett 2 kiló pörkölt kávé is egyébként lehet, hogy hamisítvány. Nehéz ügy. Tehát, hogy mert a parfümökről tudom, hogy hamisítvány, tehát nem nagyon szabad ott venni, mert valahogy kikeverik ugyanaz az üveg, azt is lekopintják, de magát az aromát meg az illatanyagot nem tudják belevarázsolni, tehát tök más. Szerintem az nem. Az nem. Megmondom miért, mert én kiszúrnám például, hogyha mit tudom, az egyik kedvenc csokoládé márkám nem ugyanolyan ízű lenne, már pedig ugyanolyan ízű. Tehát amit ott veszek, az egy az egybe ugyanolyan ízű, mint amit bármilyen hiperben megveszek. Vagy a hiperben is hamis. Hát, ha ők szállítanak, akkor igen. Van ott kutya, meg lóhús, meg ilyenek van a kínai piacon, nem? Nem. Macskát ettetek már? Olyan ételek voltak annó. Most Balázs, is jó. Hát jó, hát a kínai legjobb barátja a nátrium glutamát, az ízfokozó. Hogy... Beállulok tőle, de nagyon jó. Tehát nincs durva? Nincs, kaja? Nincs. Hát a vietnámi kajáda is van, a legendás Dang Muoi, ahol a vietnámi kaját árulnak, oda az összes olyan ember kiment, van a vietnámi marha húsleves, a fő nevezett ilyen sok zöldséggel, a város legjobbja volt hosszú évekig, kanyargó öltönyös sorok álltak a piac hátuljában, úgyhogy közben pedig mindenki üvöltözött, hogy számlát, gép, fegyvert és nem tudom, kávét tessenek vásárolni. De az nagyon kemény. Én nagyon sokat jártam ki, régen nagyon szerettem. A G-borotva, a penge, kajla. Balage írta ezt nekünk. Egy neves borotva gyártó pár éve bevallotta, hogy egy eldobható 60 termékük előállítása kb. 8 forintba kerül. Aha. Eldobható termékük előállítása 8 forint. Az nem nagyon sok, nem? Hát amennyire adják ahhoz képest, nem. De ha azt mondjuk 20 forintért adja, akkor oké a 8 forint. Hát ha még 20 forintért adnák. Igen, de nem annyi, azt mondom. De ha egy hajszárító, egy normális hajszárító, ami nem tartalmazás, csak műanyagot, meg 3 darab fűtőszálat kerül 600 forintba. Mennyire bekerülne ugyanazt megcsinálni,
mint hogy egyébként egy betűt hamisítana. Érted? Tehát akkor miért nem hamisítanak úgy, hogy megpróbálják ugyanazt megcsinálni? De ha már hamisít, az tök mindegy. De ha elkapnak, akkor nem, mert azt szerintem egy kibúvó például a nemzetközi jogban, hogy ez nem ugyanúgy néz ki, de nem ugyanaz. De nem látja, hogy más a neve. Van egy Remington hajszárítód, vagy egy hajvasalód, és ő megcsinálja Remingtont két óval. Hát most akkor ugyanúgy koppint, és mégis két óval csinálja. Remington. Megcsinálja Remingtonnak, hát akkor miért nem csinálja meg egy az egybe? Ha már úgyis nyilvánvalóan koppint, és a brandet másolja, hát akkor nem értem. Szerintem a gyártási eljárás valószínűleg nem annyira precíz, nem annyira tiszta, nem dolgozott olyan precíziós gépekkel, mint az eredeti, meg a felhasznált anyagok minősége. Már hát gondolom, hogy nem egy olyan motort raknak bele, ami rá van írva, hogy x1000 vagy x100 watt, nyilván nem annyit azt nem tudja adni. Ami olcsósít, hogy például nincs benne az az embertelen reklám. Tehát ha ma megveszel egy terméket 10.000 forintért, abból 5.000 a marketing. Abból még lejön a haszon, a másik 5.000-ből és az előállítás. Náluk ugye nincs ilyen, hogy reklám hát minek megy, az magától is, tehát már a felénél van. Már nem kell annyit rá költeni. Igen. Hát, ha ezek eltűnnek, ezek a kínai piacok, azért akkor eltűnik valamilyen kis folklór Magyarországról. Nem tudom, hogy ott lehet menni, mert ezek most beterelték ilyen bevásárlóközpontokba vagy egybe. De hogy azért ezeknek a piacoknak azért volt egyfajta hangulata, nem mondom, hogy törzsvendég vagyok, de régen az ember úgy kiment, kis bódék, ott jöttél, mentél, kajáltál valamint. Ezek jó hangulatú dolgok voltak. És örülnék, hogyha teljesen eltűnnének, hogyha egy picit szabályozottabb, meg kulturáltabb formába tudják tovább csinálni, azt szerintem jó. Az mindenképpen jó, mert mindig lesz egy olyan nagyon széles kispénzű réteg, aki rájuk lesz utalva, és akik miatt szükség van rájuk. És szerintem ez jó. Csak hát jó, hogyha mondjuk kap számlát, jó, hogyha mondjuk mit tudom én, fűtöttebb helyen vagy, jó, hogyha mondjuk így nyomonkat vethetők a dolgok, és hogy az egész egy kicsit így kultúráltabb. Igen, reklamálni nem őt, hogy visszamegyek a számlával. Igen, tesó, jössz vissza, hova? Hát azért az nagy baj, nem? Az hát baj, azért ott, baj, persze. Ott, azért ott nagyon sok pénz tűnik, ugye, hogyha arról nem kapsz számlát, akkor ugye utána bizonyos járulékokat nem fizetsz be, tehát azért az, akkor komolyan károsítják az államot, ez nem annyira szórakoztató. De mi van egyébként, ha te eredeti áron veszed meg a 2500-as farmert, mert valójában annyit ér, és a 20.000-es gatya nem ér annyit, mint amennyiért megveszed, nem? Tehát ugye olcsónak gondolod, és azt gondolod, hogy rosszabb. Közben valószínűleg nadrág egyébként tényleg nem ér többet 3000 forintnál. Tehát, hogy lehet, hogy minőségileg nem olyan, de körülbelül ez az ára. Hamisítványnak meg rossznak gondolod, lehet, hogy hamisítvány, de nem biztos, hogy rosszabb. Mert valójában egy gatya nem ér többet 3000 forintnál. Azt egy farmer, nem? Mégis 20 a boltban. És mégis 20 vagy 25 a boltban. És ha jó anyagot használ fel, és hogyha tényleg megvan az eredeti szabás, mint akkor inkább azt vegye meg az ember. Kíváncsi lennék ezekre a kínai kémekre, meg mérnökökre, meg ennyit, hogy hoznak el, tehát mikor kerül a kezükbe a legújabb iPhone, azt hogy viszik át, az elsőt szedik apró darabokra, és kezdik el legyártani az ő saját iPhone-jukat. Erre biztos, hogy tímek, gyárak, meg mérnökök vannak, nem? Igen. Akik ezt követik, és így csinálják. Egy-egy ilyen nagy bemutatónál biztos, hogy az első ötbe van legalább négy kínai, és csak az ötödik egy pattanásos szemüveges. Hogy hívják, egy kis molett kisrác, aki mindenképpen ott akar lenni az első között. A többi négy, az kínai. Igen. Én vettem ott Puma parfümöt Jumping Cat néven. Azért akkor a Pumaért egy ilyen ugró cica van, nem? De hogy szerintem ezt még direkt is csinálják. Tehát egy külön kínai gagman csapat dolgozik erre, hogy gyerekek, mi legyen a Puma helyett? Hát az ugró cica, hát egy az egybe, nem? Hát ugyanaz. Na, kinek milyen élménye van? Mit vásárolt? Mikor vette észre esetleg, hogy átvágták és nem eredeti, mint a borotva pengénél, a legtöbben tényleg azt írják, hogy hülye vagyok, így elhittem, mert egész biztos, hogy hamisítvány. Várunk SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz, pontosan egy perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkire. A négy tigris piacról beszélgettünk itt, a harcról, ami ugye a MÁV, ZRT és a Józsefvárosi piac területének képviselője között zajlik. Ugye most a bérleti szerződés felmondásáról, és hát arról nyilván, hogy melyik termék eredeti, melyik hamis, ugye nyilván minden Kínából jön, az az igazi, ahogy írják nekünk sokan, ami máshonnan már az a hamisítvány, de hogy kinek milyen élményei vannak a Józsefvárosi piacról, a Fáy utcai Sángi piacról, ugye ott is volt már, azt is szintén behintették szóval, ki mit vett, mi az eredeti, mi a nem? Hát itt falak hullanak le. Nem eredeti a borotva penge, ez számomra óriási csalódás. Tehát ez éveken keresztül lehetett ilyeneket venni, és hát ez nem volt eredeti. Nagyon jó SMS-ek vannak. Csomagban vettem 10 darab zoknit, az összesnek hiányzott a komplett sarka. Visszavittem, azt mondja a kínai, kicsi hiba, nem csere.
Előzik. Hát milyen szép. Igen. Barátom egyszer bekiabált egy bódéba, ahol egy hölgyemény éppen a szószoros értelmében márkákat vasalt. Lacoste van, kicsi csaj rohan utána üvöltve. Cinálok, cinálok. Ez a vevőbarát hozzáállás, gyerekek. Ezt így kell csinálni. Naomi Campbell parfümöt utánozatot vettem, Noémi Karamel néven. Az üveg is teljesen ugyanolyan volt, mint a betűtípus is, így a mucus. Élményszámba ment, amikor a kicsi kínai elüvölti magát, hogy vigyázz, koci. Emlékeztek erre? Koci. Ha nem vagy elég gyors, vagy fürge, rátolja a kocsit, ami éppen frissen volt festve. Piros írta nekünk. Van egy nagyon durva SMS, hogy valaki kutyacsipet találta a kajájában. Jó, persze. Én nem ismerném meg egyébként a kutyacsipet, megmondom őszintén, ha találnék a kajámban. Nem tudom, hol van az SMS, azt mondja, hogy ettek valamit, és ráharapott valamire, a fogorvos vette ki a szájából. És igen, kínai ételevés közben a srác ráharapott valamire, belement a foga és az íj közé. A fogorvos kiszedte, egy kutyacsip volt, az állatorvos bemérte, egy pesti kutyából származott. Hát, városi legenda, hát ez. De a kínaiak esznek kutyahúst? Hát otthon előfordul a belső Kínába, de hogy itt azért meglepődnék rajta, lenne ilyen. Tudom, most még jöjjön azt hozzá, hogy nem láttam még soha ízét halott kínait, mert azt is megeszik nyilván. Hát egymás útlevelét azért átveszik. 1984 óta nem halt meg kínai Magyarországon, gyerekek, statisztikai adat. Tehát azért ott valami történik, nem? Az hihető, de nem hiszem, hogy a profit érdekében ők, hogy hívjákokat, kutyuskákat csalogatnának a bokorban maguk mellé, amikor a gazdi eldobja nekik az apportfát. Ez SMS az érdekes azért. Itt van velünk Miki, hello Miki, jó reggelt! Hello, sziasztok! Na, ugye arról beszélgetünk, hogy vajon ezek a dolgok hogy kerülnek be Magyarországba, és tehát fuvarozó cégnél dolgozol, szállítasz, ugye? Igen, már nem annál a cégnél, már egy teljesen más vonalon, de 4 évig csináltam, igen, ezt, tehát ekte kínainak szállítottam egész Európába. Na, hogy jönnek meg ezek Magyarországra, vagy hogy érkeznek meg? Ezek ugye úgy jönnek meg, hogy Kínába feladják őket konténerbe, ugye ott berakják konténerbe, akkor 16 ezer euró egy konténernek a szállítása, tudom, mert hordtuk a konténer szállítási díjat a kínainak, tehát az összeget, elmegy Hamburgba, ugye Hamburgba kiszedik a hajóról a konténer ráteszik, mi úgy hívtuk, hogy sasszéra, tehát ilyen konténer szállítóra, az eljön Ausztriába, Ausztriában volt megvéve egy vám ügynökség, ők vámkezelték, és átrakták ránk, ugye kiszedték a konténerből a dobozokat, ilyen tévédoboznagyságú kartonok, és akkor átrakták ránk a teherautóra, és akkor egész Európába, Párizsba, Milánóba. Ez jó, de mitől lett ez olcsó? Igen, hogy máshol vámolták azért? Igen, tehát tudni kell, hogy magyarországú címzetnek kínai árut nem szabad vámkezelni. Tehát nem lehet vámkezelni magyarországú címzetet, és az ilyen kamuvámra került terítékre, tehát hogy Moldávia, Makedónia, Ukrajna volt a címzet, tehát itt már ugye sok-sok ezer, tízezer euró per rakomány a vámkezelési díja, ugye ez kijön belőle. Aha, tehát úgy nézett ki a dolog, mintha elvilegben nem Magyarország lenne a célállomás, hanem mondjuk Makedónia. Igen, igen, tehát tehát unió területén nem lehet címzet. Tehát az ország területére be tudod jutni, de elviekben tovább kellett volna haladni, de igen. Sajnos nem haladtam. Igen, tehát amikor már levámkezelték ugye Ausztriába, onnantól kezdve beföldiesítették, tehát akkor már lehetett mozogni vele Európa területén. És akkor behozta szépen Magyarországra, és meg lekerült a kamionról. Igen, 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 igen. Ugye Annának meséltem azt, hogy hát mindenkinek attól koszos a keze, amivel dolgozik, ugye egy-egy darab azért csak-csak leesett, ugye nálam is van 2 pici gyerek, és akkor, hát most már nem kicsik, akkor még azok voltak, és ugye Adidas, tehát tökéletesen mondta annak, ugye, hogy kimondhatom a márka nevét, adásba, élőadásba, és bevittem próbaképpen egy Adidas boltba, és mondtam a hölgyeménynek, hogy tehát ismerős, hogy forduljon el, letettem az asztalra, egy ugyanolyan pólót letett melléje, és mondta, hogy ő nem tudja megmondani, hogy melyik a
az eredeti. Hát de nem is nagyon lehet, hát az Adidas is Kínában gyártat, meg Kambodzsában, meg mit tudom én, az összes nagy sportszermárka ott varrat, és ott csinálják, és ugye ha megnézed a cetlit, ott van, hogy Kambodzsa, Kína, tehát hogy igazából tényleg úgy szinte ugyanaz, nem? Csak lehet, hogy ezt mondjuk direkt elírták, hogy máshogy van, de hogy nagy különbség egyébként nincsen. Nincs. Köszi, hogy elmondtad ezeket nekünk. Ugye az előbb mondta a Feri, hogy ugye az a hús, az a kétes dolog, meg így, meg úgy, tehát igen, hogy ezt, ezt is, azt is, azt is. Bizony volt olyan, hogy a ruha között volt benne olyan élelmiszer, akár fűszerbe, akár húsba, tehát ugye nem hűtött kamionba jönnek ezek, tehát sima konténer, vagy nem hűtött konténerbe jönnek, sima konténerbe, hogy hát bizony ilyen méter ruddal bökötte az ember, hogy hát arrébb mászik, vagy nem mászik, arrébb költöztetés tökéletesen bejött. Akár a laptoptól kezdve a monitorig, a ruha nemű, a teljes berendezés, mindenben volt a konténerbe. Hát ezeket így tudták behozni. Igen. Persze, ugye mi azt nem tudtuk, ugyanolyan dobozban volt, ugye volt két-három ilyen fogmeggyerek, ilyen kétajtós szekrény fogmeggyerek, aki ugye ezt rakta ezeket a hatalmas dobozokat át, ugye ez fel van rakva a konténerbe egész a plafonig, de ugye onnan le tud venni, hát ugye a ruhának nem törik csontja, hopp, lerántották, ugye eldőlt, földről felvették, és akkor eldőlt egy csörömpölt egy kicsit, benn volt a kínai porcelán. Oké, Miki, bennünk kell, bocsánat, igen, köszönjük szépen, hogy elmondtad, ciao. Sziasztok. Hello. Még egy-két SMS egyébként van egy komolyabb is. A magyarországi kínai piacok alapvető problémája, hogy a feketén egytári zsírt előállított vagy vámmentesen behozott termékekkel nem tud versenyezni a Magyarországra hivatalosan behozott kelméből bejelentett dolgozókkal, munkavédelmi hivatal által ellenőrzött munkahelyben készült ruha. És hogy ugye nyilván egyébként, hát persze munkahelyek mentek tönkre emiatt, tehát ez teljesen érthető, nem? Igen, hát ezzel nem tud versenyezni, ez is óriási károkat okoznak ezzel a magyar gazdaságban. Mert nyilván azok az emberek mennek oda, akiknek nincsen pénzük, adott esetben egyébként pont azért nincsen pénzük, mert nincsen munkahelyük, mert mondjuk megszűnt a kínai olcsó termékek, mert ez nagyon-nagyon fura szituáció. És ezzel mit egy életbe tartod, persze. Na jó, van, köszönjük az SMS-eket, hát nagyon-nagyon-nagyon jók vannak, hogy még milyen hamisítvány meghajt. Tehát van, aki ilyen Nike cipőt vett, és azt mondta, hogy nem mozdulj, bevitt egy üres cipőt, és fölvasalta rá, és visszahozta, hogy Nike, és mit akarsz, Pumát vagy Adidas, vagy Nike-t, és fölrakta rá. Mondjuk az egyik hallgatók azt írja, hogy a gumiofszert is vásárolt a piacon, és abból három szakat volt. Én nem javasolnám senkinek, hogy ilyen helyen vásároljon offszert. Xinglong ceruzelem alapból le volt merülve. Xinglong. Igen, rengeteg varroda ment miattuk csődbe, gajra vágták a ruhaiparunkat, munkanélküli varrónők. Csiú írta, igen, erről is beszéltünk. Itt van a játékosunk már is. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, Bea! Bea, hello. Hello! Honnan hívsz minket, Bea? Hát Budapestről. Épp úton vagyok dolgozni. Dolgozni? Mit csinál? Hova mész? Ilyen ügyeletes takarító vagyok. Minden reggel titeket hallgatlak, és még Melóba is tudlak, úgyhogy nagyon jó. De jó. Bea, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Talán a kínai piacon gyártanak valamit? Nem. A Beru néni bölcsességfogát próbálják meg eltávolítani. Igen. A kínai piacon. A kínai piacon, igen. A kamu bölcsességfogát. Mutatjuk, hogy, hogy mit énekelnek. Figyelj! Republik, talán. Jézusom, te nagy vagy! Te nagy vagy! Szeretem a zenét. Bea, de jó vagy. Fel se fogtam. Mi volt hát az ez előbb része? Nagyon jellemző ez a rész belőle, úgyhogy szerintem. Ez igen, csak ahogy Óven bácsi énekli, az kevésbé volt, de ügyes vagy. Bea, megvan az ajándékcsomag, sapka, ezt nem mondom, hogy sárkesztyű, de mindenféle téli dolog, meg Morning Show-s ajándékcsomag, Klassz FM-es relikvia, az egészet úgy, ahogy van, küldjük neked, jó? Köszönöm szépen, és egyébként én voltam a Nike cipős küldő. Na, mit írtál? Hát, hogy elmentünk a gyerekkel vásárolni, gyerekkor még kicsi volt, olcsó Nike cipő, és akkor mondom a kínainak, ez kell. Hát méretben, akkor kicsit nagyobb, és akkor hozzá egy sima cipőt. Mondom, hát ezen nincsen Nike-je, várjak. Ja, igen, ezt mondtam, mondom, el, igen. Igen, és megyek utána, hát mondom megni, ott kuporodott, szablon a kezébe, és akkor festette a Nike jelet.
Hát nem csodálatos. Nem üzek a szememnek. Gyorsan elmondom, akkor ez nem kell. Ez elmentünk, és szalad utánam, hogy itt van, miért nem kell? Hát mondom, te szíje vagy, mondom, hát ott láttam, hogy festetted rá, és de mi egyébként mire számított, hogy eredetit veszel? Hát ezt azért nagyjából tudhattad, hogy amit nem, ott... de erre nem számítottam, hogy ott festi rá, tehát hogy azért gondoltam, már készen van. Vagy legalább előtte egy nappal ráfestette, igen. Igen, legalább megszáradjon a festék, vagy valami, nem tudom, te. Nagyon komoly volt. Köszi be, jó munkát nektek. Ciao. Én is köszönöm, hello. Hello, hello. Hát nincs abban semmi, nem? Hát most az előző napit is akkor vasalták rá egy órával ezelőtt, tehát nagy baj nincs. Na, jönnek a hírek, 4 perc múlva 8 óra, aztán itt vagyunk mi is. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, szia Jani, szia Feri. Sziasztok. Újra. Hello minden Morning Show hallgatónak. Szerda van. Nem tudom, miért örülök ennek ennyire. Mert már a hét közep. Igen. Ha mehetsz forgatni például. Olyan régen volt, tehát tök régen volt egy dolgozni délután. Marára untad magad, végre szerda, kimentek, tök jó lesz. Ez belőle műsor. Terepre megyünk, gyerekek. Katonasági kiképzést veszek igénybe Jani segédletével, mint tiszt őrvezető, mi vagy? Jó. Mint tiszt helyettes. Mint tiszt helyettes. Na, most akkor mi vált? Annyira nem lőttem mellé. Őrvezető? Őrmester, mi vagy? Az meg csőrmester? Tisztes. Őrmester. A tisztes az föntebb van, mint a tiszt helyettes? Nem, a tiszt helyettes van följebb. Aha. Na, megyünk. A tisztesek az őrvezető, a tízedes meg a szakaszvezető. Megyünk meglőni magunkat. De tudod, ilyenkor most te tudod, hogy... Csak így haigálja a szakszabotát. Tudod, ilyenkor mi vár, hogy ez most meglepi lesz. Tehát a Jani mondjuk tudja, most akkor... Nem, orvosom én is a forgatok, hogy nagyjából tudom, hogy mi történik, majd különböző fegyvernek látszó tárgyakkal lehet lőni, robbantani, vára venni, kilőni, mindenféle olyan dolog, ami egyébként tőlem abszolút távol áll. Aha. Nem szeretem. Én nem, jaj, maradjál már. Ez imádom, amikor ezt így előadod. Tök ízért, nem szeretem. Persze. Alig amikor meg egyébként mi? Ott vagyunk, akkor még mint egy gyerek. Örül neki, befekszik mögé, persze. Érted? Ha lehetőségem van, befekszem és lögök. De egyáltalán nem érdekelnek a fegyverek. Egyáltalán nem szeretek háborús játszani. Nem érdekelnek a tankok. Mindenféle ilyen típusú erőszakot elítélek. Nem élvezek arra, hogy megnézek egy AK-47-est, vagy egy tankot vizsgálgathassak. Tehát ez nem. Nyilván ott vagyok, szívesen kipróbálom, de másnap már el is felejtve, tehát nem okoz élvezetet, aha, hogy én ezzel foglalkozzam. Balázsnál a fegyverek ugyanazt jelentik, mint például az étel. Ő nagyon szereti mondani azt, hogy számára teher az evés. Amikor jövünk az evésből, így... De ezt nem magamnak viszem. Még visszamegyek egy kis pitiért, jaj, még veszek egy kis piskót. De ezt nem magamnak viszem. Enni kell, ugye? Hát hiszen hát persze. Nem magamnak viszem. Én utálom a fegyvereket. Tehát én ettől függetlenül, én már élvezettel fogok lőni, de az, hogy valaki... Tehát a kettő, tehát akkor nem érted a különbséget. Tehát a kettő nem ugyanaz. Tehát azt én szívesen kipróbálom, ha van rá lehetőség ellenőrzött körülmények között, és miért csóválod a fejed? Hát mert hogy akkor valamilyen szinten szeretned kell, mert különben akkor nem élveznéd a vele való lövöldözést. Vadászgépet is nagyon szívesen vezetnék, de nem érdekel. Tehát ha ott van egy lehetőség, kipróbálom. Forma 1-es autóba is beülnék, vezetnék, de nem szeretem a Forma 1-et, nem is nézem. Tehát hogy azért, mert az ember valamit előszeretettel kipróbál, ha van rá lehetősége, attól még nem azt jelenti, hogy utána nekem arról szól a napom. Én gyűlölöm a fegyvereket. Gyűlölöm. Minden olyan fegyvert, amit neked az arcodba nyomnak, vagy nyomhatnak, vagy Amerikában legalizálják, utálom. De ha most én ma kipróbáltak egy AK-47-esre, hogy lőjek, azért azt élvezettel teszem, de ennek ellenére én nem szeretem a fegyvereket. Ez nem áll össze? Vagy de már össze is állt. Nem csak látom, hogy csóválod a fejed, tehát előszeretettel próbálom ki, de nem szeretem. Te szereted egy a fegyvereket? Egy dologra figyelj oda, az a nagy cső, amit így a válladra veszel. Azt is tök szívesen kipróbálom. A húpos része előre nézzen. Jó? Mert egyébként hátrafelé lesz baj. Az a lehet hátrafelé is lőni? Mert hát ugyanúgy, hát az arra lövi ki, amerre áll a kúpos rész. Csak hát mondjuk biztos nyilván hülyének kellene, hogy valaki fordítva lőjön ki, de egyébként simán megcsinálnám. Annak mi a neve? Ez a vára vevős? Mi hát ez az RPG, de olyannal nem fogunk lőni. De kár. Azzal nem lehet? Nem, és AK-47-essel se fogunk lőni. Oh. Az van a magyar katonaságnak, hogy az volt is. Régen? Az is? Aha. Nem mondom, ezek tök hülye vagyok. Na például egy ilyen RPG-vel is szívesen lőnék. Mint hogy egyszer kipróbál. Hát azért az biztos nagy élmény. Az például engem érdekel, hogy mi a testedre gyakorolt hatása, mekkorát üteni. Hát az elé ne állj elé. Már nem úgy, ja, hanem ha te lövöd ki. Nem. Majd én hassal megfogom. Vagy azt mondják, hogy az ilyen nagy kaliberű fegyvereknél, hogyha vára is veszed, az akkorát üt, hogy utána így, ha nem készül. Ez nem üt. Ez nem üt? Ez nem üt, mert hogy az energia, annak az energia az egy része, amin rajtad üt, megy, az hátul a cső végén eltávozik. Aha.
de akkor oda se álljak, ugye? Nem. Elé semmiképpen, de mögé se jó. Igen. Na jó, van, majd meglátjuk. Honnan tudják, hogy mire lövünk? Mert itt már néhányan írogatják, hogy mire lövünk. Beépíteni. Hát szerintem ők valószínűleg ott lehetnek. Már tehát onnan írhatnak, elő? Igen, onnan írhatnak, arra a bizonyos lőtérről, ahova megyünk. Ezért tűnnek bennfentesnek, vagy stábtagok is, nem írják alá. Igen, a saját stábtagjaink írogatnak, igen. Na, gyorsan egy-két közlekedés, M3-as bevezető elesett, mindenki megy, mint a vakegér, ezt Maci küldte nekünk. Debrecenből a kivezető 4-es főút Hajdúsámsoni útszakaszán eszméletlenül, pofátlanul elbújva mérnek egy fekete Skodából, írt a First Lady. Eltört a sín az Erzsébet körúton, nem sokára elvileg indulnak a pótlóbuszok a villamos helyett. Kicsi, küldte ezt nekünk. Hajdúböszörményi pihenőnél mérik a Debrecen felől érkezőket, írja Sasa, és Bajára Tolnáról Sükös felé száraz és jól járható az út. A hírek sónedves utakról szólnak. Ezt Norbi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Szegény teki. Van egy teknősös hírünk. Milyen? Micsoda? A Hungárián van egy teknős, de mit keres az ott? Lelépett az állatkertből. Menekül, vagy rokonlátogatásra ment. Igen, vagy már el akarja foglalni a lezárt Vidán parkot, csak túl gondolta, tovább ment. De milyen teknős, hogy hova megy? Teknős fekszik a Hungárián, a Buda felé menő oldalon, és ugye a hangának kéne szólni, azt írja Maci. De ne a hangának szóljunk, hát a botnak szóljunk, hogy fogja be. A botzoli. Hát de mégiscsak onnan mehetett, nem? Hát akkor csak a hangájéké. De mások is lehet teknőse, hát bárki elengedhet hát egy teknőst, amit megnövesztett, vagy a csatornából egyszer csak kimászott, vagy valaki lehúzta a WC-t, túlélte. Hát vagy egy, mit tudom, egy ékszerteknős, hát azt is le lehet húzni a WC-n, nem? Le. De aztán megnő a csatornában és kijön, igen. Vagy ez már nagyon filmszerű? Igen, és felszakítja az arra járó autók oldalát. És garázdálkodik játszótereken, és gyerekeket rabol le. Szerintem valaki szedje fel, mielőtt odaér egy kínai. Na, tessék. Sztereotípia. Ha már egyébként állatok, ezt ti értitek ezeket az olyan típusú állatbarátkozásokat, aminek egyébként a természetben nincs helye? És mindig megharapnak valakit, és utána értetlenül állnak az állatkert gondozói. De most meg... a tigrises ügyre? A tigrises. Tehát, hogy nagy macskákkal dolgozott, köztük lakott, ott élt, bejárt hozzájuk, velük aludt, simogatta őket éveken keresztül. És most megtámadta, és majdnem megölte. És értetlenül állnak az eset előtt. Hogy történik ilyen? Hát ez olyan hogy barátok, van? Együtt nőttek. Hogy együtt nőttek föl, hogy együtt aludtak, hogy egy vadállat, tudod? Hogy a kedvenc gondozója volt, soha nem nyúlt hozzá, soha nem bántotta, és most leharapta a fél kezét, hogy majdnem leharapta. Hát, lehet, hogy így mire számítanak. Lehet, hogy tényleg ő nevelte fel, és egészen pici korától kezdve, és valószínűleg nem kint, hanem már fogságban, tehát nem a vadonban, hanem a fogságban született már, aminek igazából nem is annyira fogság, mert hát nem nincsen viszonyítási alapja. Valószínűleg el is pusztulna, mondjuk a természetes élő környezetében. De azért benne van a vonó, tudod, hogy ő egy vadállat. Ennyi. Benne. A legszebb sztori, ebből múltkor láttam valamilyen spektrumon, hogy túléltem, azt hiszem ez a címe, hogy ment be a vadállat etető az oroszlán ketrezbe két vödör hússal, és az első két ajtós, a dolog, ugye van egy ilyen biztonsági retesz, azt nyitva hagyta, és a turista néni úgy gondolta, hogy bekíséri. Bekíséri az etetésre a gondozót. És nem szólt a gondozó, hogy ha. A gondozó ment előre, és ilyen félautomata ajtó van, tehát a kinyitásnál ott kell legyél, de automatikusan csukódik. A néni bement, becsukódott mögött az ajtó, gondozó hátra sem nézett, mert nem gondolt, hogy van olyan hülye valaki, hogy bemegy. Hallotta, hogy csukódik az ajtó, nyitotta az elsőt, bement, húsit kiöntötte, a néni megint bejött. A látogató néni? A látogató nagyon néni jó. Megint bejött, és gyakorlatilag fél perc alatt szétkapta az oroszlán, túlélte egyébként, elvezetett róla számolni. Hogy jut eszed be? Hogy azért, mert hát gondolta volna egy kis zócsemege, vagy valami. És de hogy jutott be? Hát a gondozó máshonnan megy, mint ezt nem is értem. Nem tudom, ez egy amerikai állatkert volt, de volt két biztonsági kapu, és automatikusan záródó. Csak én, amíg záródott, ő úgy érezte, hogy neki ott van helye benne. Hát az a videó az megvan szintén ilyen, hogy valami okos állatbarát elkezdte a jegesmedét valami falevéllel vagy faággal csapkodni? És kinyúlt a jegesmedő, és fölhúzta a rácsra? És ott tartott a fél órán keresztül, és itt a combjának az ütőerét találta el majdnem, az volt a szerencséje, hogy nem, és nem tudták kiszedni a többi gondozó, meg az állatkerti látogató, nem tudta kiszedni a nőt, a jeges, és így tartotta. Aha.
próbáltam harabdálni, és fél órán keresztül magához tartott. Ez a szerelem első látása. Igen. Nem? De hogy oda mész egy jegesmedvét faággal csapkodni? Há, igen, meg akkor mit csinálsz, vársz rá, hogy elfárad? Hát jegesmedve nem úgy fárad el, mi. Csak elzsibbad akarja. Vagy nem is ők csapkodták fával, várjál, nem is úgy volt, hanem ő azt hiszem egy fotót akart csinálni, és háttal fordult a ketrecnek, odaállt ugye a fekvő jegesmedve elé, azt értem, hogy hogy fér oda, a férje fotózta, és kinyúlt a jegesmedve, magához húzta a rácsot, és a többi állatbarát látogató gondolt, hogy egy faága, hogy elkezdik csapkodni a jegesmedvét, hogy hát, ha elengedi. Nyilván hát pánikszerűen csinálod, nem tudsz mit csinálni. Aki ettől nem lett dühös. Aki ettől még dühösebb lett, igen. Ezek a rajzfilmekkel szocializálódott emberek, tehát hogy ők tényleg elhiszik azt, amit a rajzfilmekkel látnak. Megöleltek egymást, aztán egy elénekeltek valami. Én azt se értem, biztos nagyon szép, aki megpróbál így medvék közébe épülni, mint orszarvuk közébe épülni, és egy idő után azt hiszi, hogy fél év egy után forgatja a beépülését, hogy ő már van egy Pali, nem a medveember. Van a medveember. Ő meg is halt. Ő meghalt. Igen. tehát, hogy miféle fura a szocializáció az, hogy te a medvéket a barátaidnak gondolod. De még ha ez meg is történik, és valahogy befogadnak. Hát előbb-utóbb azért ott valakinek föltűnik, hogy te nem vagy medve. És a legtöbb ilyen állatok közé beépült ember úgy hal meg, hogy valamelyik kis barátja ott ellene fordul. Meg ha nem is az, tehát hogyha ő téged medvének hisz, azért a medvék között előfordul, hogy időnként összekapaszkodnak. Csak mondjuk egy ember viszonylag nehezebben éli át azokat a sérüléseket, amiket mondjuk egy medve a másik medvének okozhat, úgyhogy annak nem lesz különösebb baja, mert túléli. Igen, a medveember is meghaltott valaki, igen, családon belül berágott rá. Nem túl jó hosszú távú projekt szerintem. Tehát, hogy ezeket a kísérleteket így hosszú távon senki nem tudta még bizonyítani, hogy működnek is. A 90-es években volt egy orszarú ember, ő orszarú családok közé akar beépülni, és azt gondolta, hogy utána hozzá a mozgásukat, talán két évig tudott beépülni. Igen, akkor attól érték. Volt egy oroszlánok közé beépülő ember, ő nem tudom, szintén valami National Geographicon, vele nem tudom, hogy mi van, ő lehet, hogy még életben van, valahogy megtanult velük kommunikálni, barátkozott, hogy ez még tart-e, vagy ennek is hirtelen vége lett, nem tudom. Igen, csak ott is lettek az nyelvi akadályok a tanulásban is. Ha angolul tanulsz, akkor is van, hogy egy szót rosszul mondasz, hát még oroszlánul. Meg volt egy olyan ember, aki hosszú távon próbálta magát szoktatni a kígyómérgekhez, hogy tökéletesen immunissá váljon, de aztán ő is találkozott egy fekete mambával. Ez is, te ezt tényleg? Igen. De egy bizonyos szintig el tudott jutni. Igen, szúrta de mindig csapatta magát kígyókkal. És mindig egyre durvábbakkal, pont az volt a lényeg az egésznek, hogy ő utána tökéletesen immunissá váljon a kígyómérgekre. De hát jött egy szint, amit már nem tudott meglépni. Vajon milyen vizsgafeladat volt? De nem? Miért jó ez neki? És most, drága, nem tudom ki, a fekete mamba a következő vizsgát. Ó, a fekete mamba, már immunis vagyok. És nem? Hát, és nem. Imádom. De az ilyen emberek valahol imádivalóak. Igen, egyébként. Óriási fazanok. Igen, mindenki mást ki tud nyitni egy feketőzve, egy engem nem, de igen. Sajnos még se lett igazam, igen. Na, ugye történt egy úgy napokban, ami nem annyira vidám, de kíváncsi lennék, hogy valójában megtörténik-e ezen ügyön kívül a hallgatóink repertoárjában van-e ilyen? Kicsit bonyolultam, mondtam, de mindjárt beszélünk róla, és megértitek. Ugye van egy hatszoros magyar karatebajnok, Huszár Antal, aki szegény, hát elég rosszul járt, mert hogy rajta kapta az ő barátnőjét és annak újdonsült szeretőjét egy bizonyos testhelyzetben, és ugye menekült a szerető, a bezárt kapun ugrott át, és hát sérüléseket szerzett. És most nem is vele akarunk foglalkozni, hanem magával ezzel az inflagranti rajtakapással, hogy ilyen van-e valójában, Huszár Antal ügye után nyilván van, de az ember ilyet hall a legkevesebbszer. És mivel elég sokan hallgatnak minket, megnéznénk, hogy valójában élte már át valaki mondjuk Antalon ezt a klasszik inflagrantit. Mert ugye arra te rájöhetsz, hogy a párodnak szeretője van. Ugye? SMS-ek, késések, hazudozások, megtudhatod, hogy neki már más valakije van, jelentkezik a nő, jelentkezik a szerető, jelentkezik a pasi. De vajon hányan élték át azt a klasszikus filmjelentet, amikor belépsz, és tényleg ott vannak, és tényleg éppen kifejezik az egymás iránt érzett szeretőket. De nagyon kifejezik. Nagyon vonzódnak egymáshoz. Mert hogy itt jelen esetben ez történt szegénnyel, hát többszörösen szomorú, hogy egyrészt a barátnődet ugye meglátod, rettenetesen méltatlan. Szeretsz valakit, megcsal, fölültet, szörnyű. Üldözöd a szeretőt, megpróbálsz átugrani a kapun, felszínesen ismerem az ügyet. Igen.
De hogy ugye most ő sérüléseket szerzett szegény, reméljük, hogy fölépül. Igen, ott egy idő óta ő azt tapasztalta, hogy a barátnő mindig ilyen rosszul létre, meg fáradtság, meg betegségre panaszkodik, és emiatt nem találkozik vele. Aztán gondolta, akkor elmegy már, hogy megnézze, hogy mi a probléma, ha esetleg segítségre van szüksége, akkor segítsen. És hát amikor oda ment, akkor azt tapasztalta, hogy a barátnője felhívta, mondta neki a barátnője, hogy ne menjen oda. Nem menjen oda, és akkor hát ő megmondta, hogy már olyan közel van, de akkor mégiscsak oda megy már, mert hogy akkor most már nem megy haza. Oda ment, és ott találta egy mesztelen férfival bent a szobában. Igaz a menekülős történet, hogy akkor sérültek, vagy ő csak elindult hazafelé? Rendőrt hívott a barátnője, és ő pedig nem akart azt hogy kimenni a főkapun, hanem a hátsó... Még a barátnője hívott rendőr? Igen. Aha. És a hátsó kapun szeretett volna távozni, és rálépett egy lécre, és olyan szerencsétlenül lépett, hogy hanyatt esett, és beverte a fejét hátul, aminek következtében lebénult. Most már megműtötték, szegény. És jobban van. És hát a dolognak a pikantériája az, hogy itt egy többdanos karatemesterről van szó. Tehát, hogyha adott esetben ő mondjuk erőszakosan akart volna fellépni. Nem is nagyon tud, ugye? Akkor nem teheti meg. Nem teheti meg, fegyvernek minősült, igen. Van valamilyen. Na, de hogy nézzük a klasszik esetet, hogy mit csinál ilyenkor egy pasi, és mit csinál ilyenkor egy nő. Próbáljunk azon emberek lelki világába egy kicsit belehelyezkedni, akik tényleg átélhetik ezt, és tényleg átéled. Mész haza. Mit sem sejtve belépsz a lakásba, és azt látod, hogy a párod otthon van. Nincs semmiféle külsérelmi nyom, nincs egy másik cipő, nincs egy idegen kabát. Fölmész a szobádba, bemész a szobádba, kinyitod az ajtót, és ott látod a feleségedet, a barátnődet, a párodat, mindegy, hogy milyen minőségben él melletted, egy másik pasival az ágyban szeretkezni. Mit csinálsz? Hát... Mit csinál a nő? Mit csinál a férfi? Megőrzöd-e a méltóságodat? Ha igen, fontos-e, és akkor hogyan? Rájuk csukod az ajtót, és bocsánat, elnézést, nem akarok zavarni, kimész, és méltatlanul hát hazasétálsz. Igen, most már fejezzétek be, vagy nem. Na, mit csinálsz? Tessék. Elkapkodj, nagyon jön. De nem, most tényleg próbáljuk elképzelni, tehát hogy ne a humor oldaláról, hanem, hogy ott állsz, hát. mit tudsz csinálni? Mindenki képzelje magát ebbe a helyzetbe, mit csinálsz? Ha rajta kapod őket, vagy a spejzban, vagy a fürdőszobában, kinyitod, és ott vannak együtt, éppen nagyon kedvelve egymást. Mit csinálsz? Jelezném, hogy ott vagyok. Jeleznéd? Szerintem mindenféleképpen, mert ugye van az a minősített eset, amikor észreszed, halkan becsukod az ajtót, és ott hagyod a dolgot. Azért én jelezném, hogy ott vagyok, de azt mondom, hogy én is ott hagynám a helyszínt. De mivel jeleznéd, Feri? Ja. Igen? Nem? És utána azt mondanám, hogy akkor nem tudom. Mire jó a jelzés? Figyelj, nem... Miért adsz ilyenkor, vagy miért adnál jelzést? Én azt gondolom, hát hogy észrevegyék, hogy én láttam ezt. De a hogy dolgot. Mi a cél? Tehát, hogy csak annyi, hogy tudják, hogy én ezt látom. Aha, tehát, hogy vegyék észre, hogy te ott voltál. Mert egyébként úgy mész el, hogy nem szóltál, hogy te ott vagy, akkor megint abból indulhat a hazudozás. Nem volt semmi. Kinek hiszel, nekem vagy a szemednek? Igen. Ja. És utána én elmennék, megvárnám, míg a emberünk távozik, és aztán anyával ezt átbeszélném. Nem? Tehát, hogy a hapsinak nincs hozzá köze. Tudom, hogy az a legegyszerűbb neki menni a csávónak. Én sosem ebben hiszek, nem. Igazad van. Neki menni a csávónak, mert hiszen ő van a feleségemmel. Nem, de hát, hogy soha nem a harmadik a hibás. Kettőtök között van hiba, így a feleséged van. Meg közötted. És akkor visszamenni, azt megpróbálni megbeszélni, hogy na akkor merre van előre, kiköltözik, hol a gyerek, mit csinálunk. És ha ismerős... Hogyan tovább? Igen. Igen. Drágám, illetve volt drágám. Ha igen. Ismerős barát az illető. Például. Hát akkor maradjon ott ő is, persze. Nem tudom. Marha van különbség? Igen. Nyilván az ügyben, hogy szemét kijátszott, barátod volt megcsalt, de hogy önmagában azt emiatt van. Kapod. Emiatt van. Szerintem az súlyosabb. Tehát az sokkal durvább, mert az olyan, mint egy ilyen dupla megcsalás. Jó, de most nézzünk egy szimplát. Tehát, hogy már ja, ugye ott, jó legyen. Ott morális van, kérdések barát, vannak, igen. Hogy a barát, miért barát, nem barát, az ilyen, meg akkor hogy lett a barátod, de hogy... Én szépen becsuknám az ajtót. Igen. És hagynék egy cetlit az asztalon. Ez tetszik, ez elegáns. Mit írnál rá? További jó szórakozást. Ja. És utána nem menném fel egy darabig a telefont, irgalmatlan kellemetlenné téve az egész szituációt. És duzzogós lennél. Tehát te tulajdonképpen büntetnél. Igen, de úgy büntetnék, hogy igazából lelkileg legyen nagyon fájdalmas a dolog, meg nagyon nyomasztó. Tehát nem ez a ízi, akkor hátba vágom a mágdarálóval, vagy ilyesmi. De feltételezed tehát azt, hogy azon nőt, aki egyébként beviszi a hitvesi ágyba a szeretőjét, és ott csinálja a te ágyadba, utána az, ha te már nem veszed fel a telefont, akkor az őt nyomasztaná? Ugyanakkor megcsinálta, hogy a közös ágyatokba bevitte a... bizonytalanság
a rajtakapás ténye, az, hogy nem tudja, hogy mit láttam, mit nem láttam, hogy mikor voltam ott. Egyáltalán az egész az, hogy valaki, ez kicsit olyan, mint hogy valaki úgy kukkolt volna, hogy te arról az egészről nem. Tehát ez egész egy ilyen nagyon-nagyon kemény szituáció lenne. Tehát ugye a lelki folyamat szerintem az, a zavarodottság meg az, hogy nincsenek támpontjai, nincsenek információi. Csak tudja, hogy tudod. A bizonytalanság csak hogy, tudja, hogy láttad. Igen, aha. De semmi mást nem tud. Elképzelni nem tud. Mikor jövök vissza, mikor veszem fel azt a telefont, akar-e, na, tud-e, magyarázatot adni. Ugye nem tudjuk a kapcsolatot, hogy az hosszú távú érzelmi csak szex, de hát ha mondjuk neki már egy komoly érzelmi kapcsolata van, te lehet, hogy abban a hitben vagy, hogy nem veszed fel a telefont, de az lehet, hogy bántja. Ő egyébként már 3 hónapja tök szerelmes, és nem tudták akkor beteljesíteni a dolgot, és egyébként marhára örült. Tehát ugye itt is az indíték nagyon fontos, hogy mi történik valójában. Egyszeri, fél éves viszony. Érzelmi viszony, nem? Tehát, hogy nagyon sok mindentől függ, de most nem is erről beszélünk, mindegy, maga a reakció. Neki állni ott kakaskodni, lögdösödni. De? Az az én kis párnám. Kicsit a mesztelen palit azért végig kergetni a lakáson, nem mondjátok, hogy azért ez nincs benne. Ja, hello, luxoggol. Lecsatolod az övedet, és egy nagyon méltatlan helyzetbe került pasid, 100 okniba végig kergeted a lakáson. Hát azért még, ha nem is tudod, hogy nem a harmadik a hibás, azért annak megvan a bája, nem? Nyilván nem a párodat bántod, bár tudod, hogy ő a hibás. Figyelj, ha megfordulnátok, én is beszállnék. De hát, ez nagyon, nagyon életműves. Figyelj, ha ez a szellemiség, akkor hallod, hat költözlek hozzátok. Nagyon szabad felfogás. Mit csinálnak a nők, tessék? Figyelj, nem tudom, amit mondtad, hogy nem a párodat bántod, hát én nem tudom, én kitekerném a Péter nyakát. De, hogy pont én azt olyan... mondjuk, hogy a párunkat bántanak. Igen, én sosem azt mondom, hogy sosem a harmadik a hibás. Ja, nem a harmadik. Én megbolondulnék tőle. Tehát én az biztos, hogy a saját ágyunkba, a saját lakásunkba, hát de szerintem a csaj inkább maradna. A csajnak esne neki. Tehát a csaj tud inkább neki menni először a csajnak, hogy megtépd, tönkreted, és utána intézd el a pasit, nem? A csaj nem így gondolkodik, inkább Juli? Hát, akit érnék. Na mondd, de te mit csinálnál? Én, akit érnék. Azt hittem, igen? Beszállnál hat. Akit érnék, csak hadd dobjam le a ruhám. De először a nő, nem a nőt tépné meg? Nem, nekem tök mindegy, nekem hogy ki van ott abban a szituációban. Én borítanám a szekrényt. Amit találnék. Mondjuk nagyon közeli. Tetszik, hogy ezt így mondod, de szerintem... ne hülyéskedj, hát nem. Az a nő, az pontosan tudja, hogy kinek az ágyában fekszik. Aha. És ne beszéljünk arról, hogy a harmadik az nem tett róla, a túrót nem tett. Már ha nő. Na, az aztán fájna. Tehát, neki mennél a nő, neki is? Ami a kezem ügyébe kerülne, én azt dobnám. Abban a pillanatban. Ahogy én ezt a pillanatot meglátnám, hogy ott két ember fekszik az ágyba, és nem én vagyok az egyik. Hát kipakolnám a konyhaszekrényt, tehát nincs olyan, mint például Janinál, hogy ajtó becsuk. Finoman a legálisan cetli. Hát ha lenne ajtónk, mondjuk. Más a férfi, más a nő. A férfi inkább a bosszú vízű, kélyes kivárásra játszana, míg a nő azonnal megtép. Te lemennél és leülnél, és addig főznél magadnak egy kávét? Nem, cetli az asztalon, további jó szórakozás is elmenne. A túrót, nem tudom ezt elképzelni. Á, figyelj, káposztali folyik az ereidbe, nem tudnád megtenni. A Jani szerintem, Jani a büszke típus, a Jani elegánsan lenne büszke, szerintem ezt csinálna. De nem állna neki. Nem. Én fajom díszpéldány vagyok, én egy büszke hím. Szerintem a Janiban van egy büszkeség annyi. Igen. Aki lecsatolná a szíjat, álmodjuk te se. Nem. Én azért egyszer mesztelen megkergetném. Csak az is kérdés, tudod, egyszer. De végig videózna. De Jani, meg a ti megoldásatokra hajazok. Az utcára, addig lögdösném őket ki az utcára, purparlét csinálnék. Jézusom, egy jó purparlé mellett nem menjünk el. Kidobálnám a ruháikat, tehát én azt hiszem, hogy akkor abban a pillanatban olyan szinten vetköznék ki magamból. Igen, a csajok, azt gondolom én is ezt tartom hitelesnek. Rögtön kiülném a csajt. Mivel tud többet, mint én? Én rögtön arra nem tud, közben megnéznéd, hogy jobb be a melle, vagy a feneke, biztos, mikor ott fekszik ott a férjeden? Tudja, hogy megnézném. Igen? Azonnal. És kikérném magamnak, hogy én vagyok ezzel, a jobb. És ezzel! Na, de ott egy Naomi Campbell is lehet, akkor is azt mondanátok rá, hogy ezzel! Vagy jól látod ezt a kérdést. Ott tök mindegy, hogy ki van, nem? Igen, de tényleg. Megvennéd a csajt, Gyuli? Nem, a tépnék mindenki. Bárki kerül a kezem közé, csaj, férjem, bárki, azt én lelökném a lépcsőn. Atya Isten. Az a baj, hogy én egy ilyen szituációban azt hiszem, hogy annyira borulnék el, mert bennem gyűlik, és egyszer csak kirobban, és amikor kirobban, akkor az úgy robban ki, hogy... Jó, most a legdurvább esetet néztük. Ülj le valamit. Tehát a legdurvább esetet néztük a saját lakásodban, a saját házadban, igen, a saját ágyadban. Tehát, hogy, ennél azért kevésbé tud ember-embert megalázni, mint hogy abban az ágyban még tegnap együtt szálltatok ki, ma oda viszi. Tehát ennél azért diszkrétebben is meg lehet oldani. Tehát és ez közben, a legextrább. És közben a gyerekek lent játszanak a földszinten. Ha negyed úgy csinálja, hogy még a gyerekeket közben őrizetlenül is hagyja, na az igazán kemény. Az igazán kemény. Én csak üvöltöznék. Én azt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk így utána mennék.
Tehát, hogyha ha gyanúm lenne, hogy ő most valahol félre kufircol, és tudnám, hogy hol vannak valószínűleg, én oda nem mennék be. Tehát ezt nem tudom elképzelni, hogy követem, megfigyelem, fölmegyek, becsöngetek, és akkor, hogy rajta akarom őket kapni. Tehát hogy akkor viszont valószínűleg megvárnám. Nem? Van abban némi kielégülés azért szerintem, igen, egyfajta elégtétel, hogy nem tudnak hülyének nézni. Nem is az, hogy úgyis tudod, hogy hazudik, hanem hogy ő is tudja, hogy érezze, hogy nem tud hülyének nézni, hogy érezze, hogy nem tud kijátszani. Tehát azért abban ha van azt látnám, hogy a férjem fölmegy egy nővel egy lakásba, majd egy másfél óra múlva kisimultan kijönnek egy házba. De lehet, hogy csak a könyvelője. Nem, én felderíteném. Igen, te tudod, mit csinálnád? Ki a kommandóba, kihúznád először zsírkétával az arcodat, felkepnél egy ilyen fejpántot. És mire végeznék, már nem lenne ott senki, tudod. Mennél a kis periszkópoddal, igen. Felmásznék a csatornán. Nem, ott viszont megvárnám őket a kapu előtt. És azt hiszem, hogy az idő, az pont elég lenne arra, hogy lehigadjak, és nagyon urinő módjára kezeljem a dolgot. Igen, ezt jól csinálnátok. Egyébként van tehát ritikülel vennéd őket agyot a purpaglé helyett. Kiszúrnád a szemét a rúzsoddal? Na, jó, egy istenes pofon, azért ott mindenképpen lenne. Nézzük meg, hogy hallgatóink között van-e ilyen. Tényleg azok írjanak, akikkel ez megtörtént. Tudjuk, hogy valamennyire szélsőségben nyilván inkább a viszonyra jössz rá, nem? A telefont veszel észre, SMS, cetlit a kabátzsebben, bármi, de hát ha van olyan hallgatónk nyilván, aki ezt átélte, nem is egy adott lakásban, hanem rányított szállodában buktatta őket, de tényleg megtörtént maga az inflagranti kapás, amikor is ugye hát tulajdonképpen nem volt már nagyon mit magyarázni. Hogy történt, mi történt, és mit csinált az adott helyzetben. Jó, SMS számunk változatlan 06 70 645 00 00. Jövünk a folytatással a hírek után. 3-9 volt pontosan, 3 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgetünk itt egy hír kapcsán, ugye, ami egy 6-szoros magyar karate bajnokkal történt. Nem az ő konkrét ügyéről, hanem tényleg arról, hogy milyen, amikor az ember, vagy milyen lehet, hát hál' Isten, ezt még egyikünk sem tapasztalta, vagy legalábbis nem tudunk róla, nem? Nem voltunk még ilyen helyzetben. Igen. Nem láttuk még a párunk talpját szeretkezés közben, ugye? Ablakon át. Tehát ez még így ebben a formában nem történt meg. Mögöttünk van egy tükrös szekrény az ágy mögött, én már láttam a talpát. Igen, de hogy szóval, hogy milyen lehet az, amikor az inflagranti rajtakapás megtörténik, hogy van-e olyan, aki már ilyet átélt, és hát az SMS falon látjuk, hogy rengetegen voltak hasonló helyzetben, ki az egyik, ki a másik oldalon, ki verekedett, ki nem, ki méltatlanul átélve ezt az egészet, ott hagyta őket, ki cetlit hagyott, ki bújtatott valakit a szekrényben, tehát az összes aspektusát ismerik már a történetnek. Itt van velünk Júli. Hello, Júli, jó reggelt! Hello, jó reggelt, sziasztok! Hát úgy történt ez a dolog. Na, bele is vágsz, hello, Júli. Hát kapásból, hát most ne húzzuk az időt, persze. Úgy történt, hogy a főnököm hamarabb elengedett, és hétvége lévén mondta, csajok, menjetek haza, és én hazaértem korábban természetesen, mint ahogy szoktam. Be akartam menni a lakásba, nem nyílt az ajtó, kulcs benne belülről. Hát csengetek, kopogok, majd nagy nehezen jön a férjem, törülközővel, körbetekelve, tudod. Hát még először azt hittem, hogy fürdik. Majd belépek a lakásba, mert láttam, hogy ruhák szanasz szét. Belépek a lakásba, és furcsa volt, és mentem a hálószobába, ágy szanasz szét, hölgy ott ül. Hű, mondom, köpnény el nem tudtam, elmondom. Tehát ez a klasszik jelenet, hogy tényleg fölmész a szobába, tudod, hogy valami nem sem, kinyitod az ajtót, és ott ül egy törölközőbe csavart nő. Képzeld el! És egyszerűen nem tudtam köpni nyelni, tehát én elég vehemens nő vagyok pedig, és egyszerűen annyira meg voltam illetődve, hogy csak annyit tudtam mondani, hogy légy szíves, vegyél már magad a ruhát, és gyorsan tűnjél el addig, amíg úrinő vagyok. És a férje meg azt mondja, hogy na, hogy beszélsz? Hát mondom, te miről beszélsz? Hát, ja, Isten, tehát még a férjednek állt feljebb, hogy te hogy neki állt feljebb, és utána gyorsan ő is felöltözött, és azt mondta, ha hazajövünk, akkor majd számolunk. Figyelj, Júli, bocsánat csak, hogy engem ilyen apró részletek érdekelnének, hogy ebben az a lényeg, hogy ilyenkor mi történik. Tehát mi történik akközött, hogy a nő ott ül törölközben, hogy elkezd fölöltözni. Te bent állsz a szobába, és egy ilyen kínos három ember néz egymásra, vagy te kijöttél, és akkor susmorogtak? Én kijöttem akkor, kimentem a konyhába, mintha tennék, hát halálideges voltam, gondolhatod. Úgyhogy egyszerűen nem tudtam hova tenni a dolgot, utána aztán már tuningoltam magam kegyetlenül, de egy 5 perc alatt elhúztak, de hát amikor visszajött a férjem, mondom, hát akkor aztán meg... Hú, a lány mondott neked valamit, vagy odaszólt? Annyit mondott, hogy elnézést kérek. Aha. Hát a lány, elmondom neked, a villanyszámlás nő volt.
Ezt akartam kérdezni, hogy tudod-e, hogy ki volt a csapból. Én nem a a dolognak, igen. Tudod, és a tipikus az az eset, amikor az ember azt mondja, hogy tehát legalább úgy nézett volna ki, mint én, vagy legalább jobb lett volna, vagy fiatalan. Hallod? Hát hihetetlen. Nem lehet az, hogy a férjed takarékoskodni akart, és természetben akarta a vinnagy. De, Ferikém, te, megmondom őszintén, eszembe jutott, hogy lehet, hogy ezzel jót akart. Ugye, jót akart. Hát kaptok valami családi kedvezményt, hogy nagy családosoknak a hárma vagytok valami kis kedvezményt. Ezt a pár kilovattórát elsikálni. És meg tudtátok beszélni, vagy elváltatok? Elváltunk. Emiatt, vagy történel egy csomó? Emiatt. Hát voltak előző dolgok, tudod, de azt én nem vettem komolyan. Tehát jelet voltak, meg a szomszédnénik már nekem regéltek, hogy hát valami nem szimmel, mert jár oda egy hölgy, a villanyszámlás hölgy, előbb-utóbb kinyögték. Aztán azt mondtam, de miért utólag tudom én ezt meg? Volt mindenki olyan, tudott hogy... mindent, én meg csak álltam, mint Bálán Szamara. Olyan volt, hogy valamit találtál a lakáson, ami arra utal, de kimagyarázta, te se akartad elvenni. Nem, tehát hogy, tehát nem. Nyomok nem voltak, amikor nyomok még nem... Nem, pont ezért én nem is akartam elhívni. Hát igen, szóval így jártam, fiúk. Hány éve történt? Ez 19. A jó, mert 19. Most már jókat nevetsz rajta. Hát persze, akkor azért nem így nevetsz, elmondom. Gondolom, nem így mondtad volna. Hát belebolondultam, megmondom őszintén, annyit sírtam, hogy olyan megalázó volt, hogy valami eszméletlen, hogy a saját ágyunkban, a saját lakásunkban, szóval a tragédiának éltem meg valóban. Nem véletlen váltam is el. És azóta tudni, hogy üldöz valami gázóra leolvasót esetleg, vagy hogy vele mi van... Semmi? Nem, azóta a gázorra leolvasóval, akkor képzeld, de össze is állt. Tehát akkor egy évig együtt éltek, és akkor utána lepattintotta őt, gondolom, a hölgy, vagy nem tudom. Uh-huh. Aztán ő külön ment, úgyhogy nem tudom, hogy élete hogy zajlik, mert nem is vagyok rá kíváncsi. Igen, ez tehát... a tipikus helyzet, hogy elméletben beszélgetünk valamiről már, hogy te nem, de mi, amiről ugye fogalmunk sincs, hogy valójában hogy reagálnánk, csak az ember sokszor elképzel egy ilyen szituációt, ha ez a téma, hogy vajon ő mit csinálna, de igazából szerintem nem tudod megmondani, hogy reagálnál, vagy mit tennél. Én kötni nem tudtam. Hihetetlen volt. Hihetetlen. És amikor a férjed visszajött, mit mondott? Tehát hazakísérte a csajt, visszajött. Az a típusú férfi volt, aki úgy védekezett, hogy inkább még ő támadott? Vagy azt mondta, hogy pontosan, tipikusan az volt, hogy még ő támadott, hogy minek jöttél előbb haza, miért nem szóltál telefonon, nem szoktál ilyet csinálni, és magadnak csináltál most baj. Ja, mondom magamnak, hát aztán volt ott azért minden, csak szép szó nem. Ezt nem akarom itt részletezni, de ami egyébként nem jellemző rám, de ott nagyon kiborultam. Tehát az zúzás, a konyhaszekrényből a mindent mérgembe, mert tehetetlen dühömmel törtem. Szörnyű volt, na. Azóta, így visszagondolva. Azóta nyugi van? Sem én illetéktelen behatoló? Nincsem? Nincs. Képzeltek el, azóta sincs. Hál' Isten, hát akkor jót választottál, ha választottál újra. Nem választottam. Én nem is választottam, mondhatod, hogy neked köszönöm szépen. Megválasztam magamnak inkább így többet soha férhez menni. Soha. Tehát egy ilyen tapasztalás után az ember ezt is megérti. Juli, köszi, hogy elmondtad. Oké, fiúk, szevasztok, további szép napot, sziasztok. Hangja alapján azért oda tudott volna csapni. Nem? Tehát, hogy Juli kezei közé kerülni egy ilyen ártatlan, ilyen 35 kilós kis, nem tudom, villanyorva leolvasó csajnak, hát ketté tépette volna. Minta leszel a falon. Igen. Na, hát nagyon sok SMS van, de ezt élőszóban jó elmondani, tulajdonképpen azért voltunk kíváncsiak. Van, aki bújt, van, aki bújtatott, van, aki szekrényben lapult, van, aki verekedett. Itt legtöbb pasi egyébként az SMS-ek alapján azt mondja, hogy legkevésbé se tudna annyira humánus lenni, mint mi. Mi is csak elméletben mondtuk, tehát a legtöbben verekedni akarnának és vért folyatni. Na. Köszönjük szépen az SMS-eket ettől függetlenül, hogy most keveset olvastunk be, mert inkább a hallgatókra koncentráltunk. Itt van már is a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, jó reggel! Szevasztok! Csilla, hello! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Hello, Csilla, honnan hívsz minket? Budapestről. Uh-huh. Na, hát ahogy azért az SMS-edet látom itt, amellett, hogy játszol, azért neked is van történeted. Te a kis szobában, a szekrényben bújtattad a szeretődet? Igen. De szép sztori. De mi, hazajött a férjed? Igen, úgyhogy nem vártam, és már hallottam, hogy nyílik le a kapu, és ezért gyorsan a kis szobába, a szekrénybe berúgtam. És meddig ült ott? Hát egy jó fél órát, mire elment fürdeni a férjem, és utána kiengedtem a bejárati ajtón, mert a másodikról nem lehet kiugrani. És klasszik mesztelen szekrénybe bezavarás volt?
Igen. Voltok ott, hogy gondolom ez egy régi történet nyilván. Nagyon régi, igen, nagyon régi. Te voltál az elkövető, vagy a párod adott rá okot, hogy esetleg ezt megted, vagy visszacsalt, vagy nem természetesen, tudom. Természetesen, vagy nem tudom. Adott rá okot, nem volt már túl jó házasságunk. Nyilván el is váltunk azóta. Nem is tudunk egymásról semmit, de... Ő utólag megtudta ezt, hogy valaki lapult a ruhászekrényében? Nem. Hát akkor a most hall, akkor azért az egy nagy felismerés, nem? hogy mik történtek? Csíka, hogy van, hogy összeszedegeted a pasi cuccait, és utána vágod a szekrénybe, és ráhúzol két kabátot? Vagy ez csak tényleg filmben lát az ember? Hát a ruhát az gyorsan összeterelgetni és bedobni vele együtt, de kabátot nem kellett ráhúzni, mert nem volt esélye arra, hogy mondjuk a férjem az bemegy, és kinyitja a szekrényújtót. Csaba, van ilyen, ó, édesem, nem akarsz gyorsan lezuhanyozni? Nyilván neked de az az érdek. Nem engedem a fürdővizet. De jó. Ja. De klassz, tehát engedem a fürdővizet, menjél fürdeni? Igen. És hol öltözött át a pali? A lépcsőházban? Mesztelenül raktad ki? Nem, a szobába fölöltözött. Hát apu benne fürdött, kijött a szekrényből, szépen fölöltözött. Adott egy puszit, megevett még valamit a hűtőből, majd angolosan távozott. Gyönyörű. Úriember módjára. Azóta van kapcsolatod, Csilla? Igen, persze, több is. A szekrényben is van egy? Nem. A szekrényben is van egy, vagy most nincsen ilyen típusú kapcsolat? Nincs most ilyen típusú. Na jó van. Az biztos, hogy te játékos vagy, tehát már van egy kartó jeges teád. Igen. Almás, cseresznyi és körtés, hogy nem is tudom milyen ízben. Körtés szilvás talán. Körtés szilvás, majdnem belelőttem. Igen. Ez már megvan. De hogy ajándékcsomagod is legyen, 3 darab kérdésre kell válaszolni. Igen. A finom kartó jegeste az már a tiéd, az egész biztos. Jó? Igen, jó. Teás az első, Jani, vagy a második? Az első Teás, és ne kapkodj, jó? Mert nem bonyolult az első kérdés, csak egy kicsit át kell gondolni. Jó. Ugye, mivel jegesteát lehet nyerni alapból, így az egyik kérdés Teás, ahogy Jani is mondja, tehát az első, figyelj, így szól. A teacserjék melyik részéből készül a jegesteák alapanyaga, a teakivonat? A leveléből. Mi másból? Van ott egy férfi melletted? Kettő. De az egyik a szekrényben. De az ebből nem lehet szólni. Ebből az egyik bújtatott? Kiszólt a szekrényből valaki, Csilla, vagy mi történt? Igen, szép mondja az egyik valakinek, hogy a Jani szekrény. Igen, szép. Na jó van, ügyes vagy. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés dedikált Szatyorért. Melyik amerikai város egyik hídja a Golden Gate? San Francisco. Bizonyám. San Francisco. Na. Harmadik is menjen? Neki menjünk? Nehéz. Hát, szerintem van akinek. Igen, Janit ismerve, igen. Menjünk? Mehetünk. Meg is állhatsz, ahogy gondolod tényleg. Nem, azt mondják a fiúk, menjünk. Jó, így szól a harmadik kérdés dedikált Klassz FM-es sapkáért. Ki Magyarország jelenlegi honvédelmi minisztere? Hendek Csaba. Ennyi! Ja, jó, egy olyan kérdés. Hát a honvéd. Csak nem ott mellózol. Nem. Nem meg volt a Hendek. Csak nem a Hendét bújtattad, vagy mi történt, Csilla, hirtelen, hogy kicsit elpárásodott a tekinteted. Oké. Okay. Egy kartól jegeste a Almás Cseresznyi és Körtés Szilvás... Szilvás Körtés. Jó. És Morning Show-s Klassz FM-es ajándékcsomag. Remek, nagyon köszönöm, szép napot kívánok nektek. Nektek is, ciao, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra van pontosan, itt vagyunk a hírek után. Éterberóban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 16 perccel, hello mindenkinek. Jó reggelt, Veresegyház, Budapest nyugati 25-30 perces késés. Ez ebben a pillanatban jött, hogy a kapszálláson mérnek az 54-es úton, Fikri küldte nekünk, 10-es, illetve 8-as főút 110-es kilométernél a Kamondi leágazónál rendőri, a 100-asnál tengelysúly, a 117-esnél NKH ellenőrzés folyik. Nem tudom, mi van ma a 8-ason, Könyves Nándi küldte ezt nekünk. Van egy egyenruhás fényképész az M7-es 145-ös kilométerénél Nagykanizsa felé, üzeni Dodi, és 16. kerület Csömöri úton mérnek a Mátyás Király útnál. Ezt Lin küldte nekünk. Budapesti alsó rakpart nagyon-nagyon lassú, az szinte minden reggel így van, és az M6-os 42-es kilométerénél minden reggel ma is valaki fotózik. Ott lehet, hogy ott hagyjak egy rendőrautót, vagy nem, azt nem teljesen, minden reggel mindig ugyanazt az SMS-t elküldik. Vagy van ilyen, hogy be tudod állítani a telefonod, hogy
adott időben küldjön SMS-t? Szerintem ott semmi nincs egyébként, de mindegy. Jakab Szálláson, mérnek az 54-es folyóton, ezt Fikri nem mondta nekünk, köszönjük szépen. Mi van a lavinával? Én beleszerettem ebbe a lavinába. Csönd van? Elemzik a paramétereket? Szerintem annyira megszokták már a sztorit, hogy már így külön-külön nem is írják meg. Biztos, hogy megy. Biztos, hogy zajlik. Mert hát fölfüggesztették, csak hogy elindították-e újra. Aha. Azt viszont nem hallottam. Mi, újra. Mire volt a fölfüggesztés? Hogy újítják, és új lavina lesz? Vagy a lavina elsodort mindent, amit el lehet? Információgyűjtés. Feldolgozzák az adatokat, és megnézik, hogy hogyan lehetne még hatékonyabb a lavina hadművelet. Ott folyamatos fejlesztés folyik. Ott nem babra megy a játék. Igen, Trafipax Gödölön az autópálya híd alatt ezt Vanda küldte nekünk. Hallottátok ezt a legújabb amerikai őrületet? Erről akarok két mondatot beszélni, ez döbbenet. A leütő? Háladás napja? Ez, én nem tudom, hogy hol van ennek a vége. Igen, háladás napja. Hogy ugye mindig jönnek ilyen internetes dolgok, amik így divattá válnak. Ugye egykoron ez a planking, meg a tejivás, meg hogy mozdulatlanul fölfeküdni valahova, meg tejet fröccsenteni, meg nem tudom. De hogy most mi a legújabb őrület az amerikai tínédzsereknél? És ugye nem is nagyon tudod megállítani magát a terjedését, mert hogy ugye ez fent van az interneten, és felkerül a YouTube-ra, meg egy csomó helyre, ez most már állítólagosan kint divattá vált, és ugye attól félnek, hogy ez megállíthatatlan lesz, és Amerikából is tovább terjed más országok fiataljaira. Ugye az a sztori, hogy sétálsz az utcán. Az döbbenet. És egyszer csak jön egy csapat tínédzser, akik közül az egyik leüt téged. Az a játék lényege, hogy egy ütéssel ki tud leteríteni egy óvatlan járókelő. Igen. Gratulálok. És okos. Hogy ezt csinálják ilyen hordába verődött amerikai fiatalok, igen, amit te is mondasz, hogy mindegy egyébként, hogy tényleg nő, férfi, gyerek, ki az áldozat, az a lényeg, hogy az nyer, aki egyetlen ütéssel tud leteríteni valakit. És akkor mint kapsz egy pontot, vagy akkor az pontnak számít, nem tudom, hogy mi alapján mérik. És hogy teljesen gyanútlanul ugye megfoghatatlanok, mert hogy úgy csapnak le valakire, hogy ott nincs pont rendőr, a kamera valamit rögzít, mire visszanézik, tehát hogy megtalálhatatlanok. De állítólagosan futótűzként terjedt halálos áldozatok is vannak ebben az ügyben, hogy ez így hogy? Mert ráadásul, hogyha sikerül nekik a dolog, akkor ugye személy leírás sem tudsz adni, nem tudsz gyakorlatilag semmit csinálni, hiszen leütnek, és te már csak ha magadhoz térsz, remélhetőleg magadhoz térsz, akkor egyszerűen az egészből nem emlékszel semmire. Viszont nyilván sokan vannak olyanok, akik egyrészt az ütésnek az erejétől, mert váratlanul éri őket, ugye teljesen egy ilyen ernyett laza állapotban, fel se tudnak rá készülni, másrészt meg, amikor elesnek, nagyon könnyen beüthetik úgy a fejüket, hogy végig legyen. Ezért is vannak ezek a halálos áldozatok. Igen, megnéztem egy ilyen videót, hát ez döbbenet. Tehát ugye hátulról jönnek, gyanútlanul sétálsz Amerikában valamelyik városban, egy utcán, és te teljesen reménytelen. És mivel üt, kézzel, vagy van nála szerszám? Kézzel. Kézzel? Igen. Láttam olyat, ahol volt valami a kezébe, láttam olyat, ahol kézzel. Igen. Hát talán az lehet jel, de hogyha mondjuk nem is előről veszik, hogy áll egy videózó fiatal veled szemben, mert ugye ezt ők maguk is rögzítik. Én úgy tudom, hogy ezt nem csak térfigyelő kamerával rögzítették, hanem... Igen, csak hogy büszkélkednek, vagy aztán feldobják. Igen. Sokat igen. Így is kaptak el. Ja, hogy ott utol lehetett persze, élni, hogy milyen számítógépet. Igen. Mert hülye volt, ráadásul, nem csak agresszív. Nem akarok nagyon moralizálni, meg nem is akarok ezzel hosszan foglalkozni, mert ugye az ember nem tudja meg, hogy ennek mi az eredete, de hogy milyen mértékeket ölt már, nem, a fiatalok inger küszöben, hogy egy ideig az számított viccesnek, hogy nem tudom, mémeket gyártottak, aztán azt számított, hogy fölültek egy villamos hátuljára, lefényképezték magukat, vagy fölfeküdtek valahova. Nyilván ez nem hal ki, meg ennek ez egy békésebb változata, hogy különböző divathullámok jönnek, de hogy van egy típusú generáció, vagy vannak emberek, vagy vannak fiatalok, akiknek ez már annyira nem hagyja meg az inger küszöbét, hogy durvább és durvább dolgokat vesznek elő, vagy találnak ki. Tehát innen már csak egy ugrás egyébként, hogy az, hogy akinél fegyver van, az odalép és fejbe lő. A nő a két pont, a férfi a három pont, vagy a nő a három pont, a férfi a két pont. És ez megtörténik. Mert nincs különbség egyébként egy hátulról bevitt féltéglás ütés meg a között, hogy valakinek közvetlen közelről elővő, tehát az többen belehaltak. Tehát az esély arra, hogy ezt túléld, kb. 30%. Ja. Ha hátulról tiszta erőből fejen vágnak egy téglát. Tehát, hogy mi van ebben a generációban? Nem? Vagy hogy így, tehát mi zajlik le bennük? Hát, vagy mi nincs. Vagy mi nincs. Ugye, mi nincs, ami miatt ezeket a pótcselekvéseket ki kell találni, mert addig egyébként, amíg az Eiffel-torony csücskére te fölfekszel, és majd Max leesel, és meghasznosod a te saját magánügyed, de innentől kezdve ciki, vagy hát a ciki talán nem is jó szó, még inkább véleményes az, hogy mások életével játszol azért, hogy pótolj valamit az életedből, ami nincs meg.
Most én semmiképpen nem akarom egyébként erre az információ robbanásra, meg a különböző közösségi oldalaknak, meg videó megosztó portáloknak az elterjedésére kenni ezt a dolgot, de azért vastagon benne van ez is. Mert addig, amíg 2-3 ember előtt tud csak vagizni az, hogy te milyen kemény csáv, hogy lementél valakihez és leütötted, az egy dolog, az egy nagyon pici kis közösség. De amikor like számokat, meg úgymond rajongokat tudsz gyűjteni az interneten keresztül a világ minden pontjáról, azzal, hogy te ezeket a videókat feltöltöd az internetre, onnantól kezdve ez már egy olyan vonzaerő, már egy gyakorlatilag sztárrá válási lehetőség, ahogyne, egy bizonyos szubkultúra részére, ami azért nagyon erős vonzerő mostanában a fiataloknál. Úgyhogy szerintem ennek is van hatalmas felelőssége ebben a dologban. Igen, meg nyilván az ember azon gondolkozik, hogy mi a fene történik, nem? Tehát, hogy a legfiatalabb generációnál már ez a fajta. És nyilván nem lehet átállítani, meg nem mindenkinél, meg van, aki ezért, hál' Isten, máshogy szocializálódik, meg nem ez a menő, meg a trendi, csak hogy tényleg milyen elváltozásokon megy keresztül már a jelenlegi fiatal generáció, mit lát, mit hall, mit tapasztal, mit érez meg, hogy aztán idáig jutunk, hogy valakinek már ez az inger küszöbe, hogy ez a szórakozás. És hogy ennek hol a vége, tudom. Tehát, hogy ez most egy lépés, de egy év múlva, két év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, tehát még mi jön? És ez egy nagyon komoly erkölcsi válságot is mutat, mert hogy ezek a fiatalok ugye már nem magukkal foglalkoznak, nem azt teszik, hogy mondjuk önpusztító vagy adott esetben a saját életükre, egészségükre veszélyes mutatványokat hajtanak. Végre ez egy dolog, szerintem az többé-kevésbé magánügy. Tehát azt csinál az ember a saját magával, amit akar. De itt ők gyakorlatilag ártatlan embereket, gyerekeket, nőket, férfiakat támadnak meg az utcán egy poén kedvéért. Na jó, igen, nem is akarok erről többet, vagy nem is tud az ember mit mondani, nem csak mint jelenség, hogy tényleg milyen fene van velük. Kérlek szépen, ha már az amerikai fiatalokról beszélünk, van egy kedvenc sorozatom az egyik ilyen televíziós csatornán, a amerikaiakkal foglalkozik, minél hülyébb találmányokat, vagy minél hülyébb felfedezéseket kell felsorolni, és valamelyik este láttam egyet, és nagyon szeretném, hogyha ezt mi is kipróbálnánk, nem veszélyes abszolút a dolog, kettő darab telefonkönyv kell hozzá, ez a mutatványnak a lényege, a következő találta ki két egyetemista lány, van két telefonkönyv, amelyeket szembefordítanak egymással, és laponként ugye összehajtogatják. Tehát ugyanúgy, mint amikor a kártyapaklit kevered, szépen egyesével a lapokat egymásra hajtogatod. Uh-huh. Ők annyit csináltak meg, hogy a két telefonkönyv gerincét megerősítették, két fémpánttal összecsavarozták, és ezt a két összeforgatott telefonkönyvet, az egyiket, a felsőt, azt felrakták egy darura, az alsót azt meg rárakták egy autóra egy ilyen pánttal, és fölemelték az autót a két összeforgatott telefonkönyvvel. Hmm. Úgyhogy nincs semmilyen kötés alapa. Nincs semmilyen kötés a lapok között, csak egyesével egymáshoz vannak hajtva, ugye, hogy hívják ezt, zibzárszerűen össze vannak hajtva a lapok, így áll a két telefonkönyv, ugye függőlegesen a felső a darun, az alsón a kocsin, és ezt megemelik. És nem szakad el a telefonkönyv, és nem csúsznak szét a lapok, és egy 2 tonnás kocsit emeltek föl vele. Ha én a Janit fölemelem vele, úgyhogy én fölállok valahová, akkor én hiszek neki. Tehát a Janinak bele kell kapaszkodni az alsóba. Aljába, igen. Vagy az egyik telefonkönyvnek igen, az aljába, vagy az erősebb részébe, uh-huh. És meg tudod úgy emelni, hogy a két telefonkönyv nem csúszik szét egymásból. Ez emelni, volt a videóban? 60 kilót nyilván nem bírok. De meg tudsz tartani, az már ugyanaz. Igen, ez volt a videóban. És semmi ragasztó, semmi nincs, csak amit én 400 oldalas telefonkönyv lapjait szépen egymás után hajtották, egyet a jobbikból, egyet a balabbikból. Én tök hülye vagyok a fizikához, itt mi az el? Vagy ez mi alapján működik, hogy a lapok súlya összetartja, tulajdonképpen tényleg, mert ha egy kártyapaklit keversz, az is nehéz széthúzni, uh-huh. Ha egymásba pörgeted. De ez mi alapján működik? Megmagyarázták utána, hogyha mikroszkóppal megnézel egy papírlapot, akkor az nem sima, bárha ugye új a vég, simítjuk a sima, ilyen mikroszkópikus kis hegyek meg völgyek uh-huh. vannak benne, és az ellentétes lapnak a hegye meg a völgye, az belesimul ebbe. Tehát gyakorlatilag a tapadás az, ami... Így van. És ráadásul, ahogy húzod, akkor a telefonkönyv lapjai szépen összepréselődnek a húzó erő miatt, és akkor ezek a fogak még erősebben kapaszkodnak egymásba. Hihetetlen volt. Hmm. És ráadásul ugye több száz lapról van szó, uh-huh. amiket külön-külön egyenként tök könnyű lenne eltépni, meg valószínűleg nem is tudnának megtartani, de így, hogy ennyien vannak, 400 lap így már azért megtart. Uh-huh. Na teszek rá, hogy ez nem működik gyerekek. Kíváncsiságból. De tényleg. Hogy? Tehát úgy tesz erre, hogy nem is érdekel? Na, teszek rá, menjünk zenére. Teszek rá. Ez nem működik, teszek rá. Avicii. Egy jó Avicii a sokkal jobb. Hogy tudjuk a Janit fellógatni? Hát én fölállok, valahova tartom. Megtartja így két oldalról.
a felsőt, én meg az alsóba belekapaszkodok. És itt fogsz csüngeni egy telefonkönyvön? Aha. De akkor neked fölkínálni az asztalra? Hát valahova fölkéne. Háljál már föl, Ferenc. Jó, csak ez nem bír el engem a mi asztal. Ez elbírja, ez elbír. Ez elbír simán. Behoztuk ezt a két telefonkönyvet, mert láttam itt, hogy valamit a Laci nagyon hajtogat, de nem tudtam, hogy ez ide jön majd. Azt hittem, de hogy miért nem? Tehát, hogy, oké, hogy és ha bebizonyosodik, akkor tudod ezt valamire használni? Igen, az iparban. De, iparban, a mezőgazdaságban és természetesen az áruforrozásban is. Lerobban az autód, és van nálad két használható kívüli telefonkönyv, érted? Tessék. Én arra megyek, és el tudlak vontatni. Így van. Na, de ha van két telefonkönyvem, ahhoz kell egy kötél is. Ha meg van kötél, nem kell a telefonkönyv, nem? Jaj, ne legyél már ilyen. Nem, most hát kérdezem, hogy tök jók ezek a műsorok, de alapjában itt versz az ember kíváncsiságát. Semmi értelme. Halljuk be őszintén, de milyen érdekes a fizika. Tehát aminek sem értem, például ez a kísérlet. Vagy tudod valamire használni? Nekem azért szimpatikus nagyon a kísérlet, mert amire mondjuk két ilyen 400 oldalas telefonkönyvet akkurátusan egymásba lapozol, addigra elmegy a fél nap, és utána maga a kísérlet az pedig egy perc. Tehát tulajdonképpen akkor itt egyfajta fizikai erőhatás lép fel a lapok között, amit te is mondasz. Így van. Tehát a súrlódás ugye nem engedi húzni a többi lapot, és ez erősebb, mint a te szakító erő. Így van. Aha. És a szakító szilárdsága meg hatalmas. Két ilyen telefonkönyvnek. Ismerek olyanokat, akik széttépnék öcsém. Hát a fekete Laci. De így nagyon masszív. Na, nekiesünk? Egy fél perc, annyi időt csak van, nem? Még nem mész forgatni. Te hogy emelj, 10-10-ig tart a műsoridő, nem? Akkor ez az lehetett, amikor két autóval húzták szét? Én láttam valami ilyet lealakítva, vagy nem tudom, hogy berakták két autó közé, és megpróbálták széthúzni? Ugyanúgy működhet. Én mondom, azt láttam, kamion, vagy mi ez, daru, föllógat, és megemelte az autót egy két tonnás. Figyelj, Migyó, és a két oldalról se voltak összecsippentve? Nem. A telefonkönyvek? Nem. Tehát nem kellett ott fel, hogy ilyen legyezőszerűen szétlapozódik? Nem. Aha. Na jó, na, akkor nézzük. Erre kíváncsi vagyok. Na. Lógas. Gyere, állj fel, aztán lógas ki. Na, de várj, nézd meg, hogy önmagában, ha elengeded a telefonkönyvet, akkor az megtartja a másik telefonkönyvet. Figyeld, abban a pillanatban szét fog esni. Szét fog esni, persze. Nem. Engedd el? De az alját engedd. Jaj, hogy te már húzod? Aha. Muti? Meg tudom széthúzni. Na, de várjál! Hát, ha a végét megfogod a telefonkönyvnek a keményebbik részét, és azt szorítod, a másik telefonkönyvnek meg a lapjait berakod, ami elér a végig, akkor te azzal, hogy rászorítasz, azzal megfogod a lapokat is. Hát, szó-szó. Így, ahogy mi csináltuk, hogy nem. Így van. Nem tudtuk egészen össze, nem tudod, nem ér el odáig. Egyébként teljesen a végére nem tudod. A másik pedig az, hogy én sejtem, hogy csinálták meg ott az amcsik, azért az a vas fül a végén, az nem fogta meg így a tetét, az csak így a tetére, a gerincére volt rászerelve. Azt írják, hallgatunk, hogy interneten megnézhetitek, két tank se tudta széttépni. Tehát a vas fület előbb szerelték. Igen, és rá, két anyahajóval is. Tehát nem az, hogy a vasfüllel összefogta, érted, az ellentétes telefonkönyv lapjait. Rátették ezt a vaspántot, hogy lehet semmihez csatlakozni, és utána hajtogatta. Jó, hál' Isten, mivel nem ütöttétek le az 5000-et, hogy valaki tartja, egy gyorsan visszavonom. Jó, van, féltem, hogy erre lecsaptak, hogy tartom bali, de ez a mondat nem hangzott el, úgyhogy simán keresettetek volna 5000 forintot. Látva ezt azért így... nem szóltunk, mert 10-esre emlékeztünk. Ja, igen. Látva ezt most, hogy egymásnak feszült ez a két könyv, ez egyébként működhet. Jó. A fizikai törvényszerűség alapján simán. Én belecsípaszkodok, remélem nem járok úgy, mint a féltékeny karate bajnok. Most fölálltál a székre, Feri fölállt a székre, és Jani alá kapaszkodik, ez vicces. Már nézni. Igen. Az a, hogy a Feri nem tudja megtartani a Janit. Tehát innen indulunk, Feri. Mennyivel nyomsz fekve, Feri? Mikor volt a rúd rajtad marad? Vagy? Van. Nem a 20 kilós rúd rajtad marad, nem? Na. Jani felkapaszkodott a telefonkönyvre. Sikos? Várj, megpróbálom. Gyere. Jó, így az adás. Senki nem beszél. Senki nincs mikrofon közelbe tartsa. Aha. Gyerekek, hát ez konkrétan lehetetlen széthúzni. Egész jó erőbe vagy. Ennyi. Várjál, Jani elment magnéziumporért. Tudod, hogy mindig van nála egy fél kiló magnéziumpor. Azt mondta Jani, hogy csúszik a keze, azért nem tudjuk megcsinálni a kísérletet, de tényleg egyben van a könyv, a két könyv. Azt mondják, hogy előbb szakadt el az erősített könyvgerinc, amikor két kamion próbálta széthúzni. Az nagyon kemény. Ugye, igen, ezt a Discovery-ben mutatták, és
és hogy a könyvgerinc maga előbb szakad el. Nem hiszem el, behozott homokot az udvarról. De minek a homok? Ne csúszson a kezed? Tehát akkor most már kicsit kiabáljál, mint a súlyemelők jön, mielőtt belegugolsz itt a 200 kilóba. Na, nem, szerintem egyébként nem fogod tudni így megfogni. János újra próbálkozik, Feri áll egy székem. Feri majdnem leborul. Vörösödik a feje. János guggoló pózban, lóg a telefonkönyvön. Jó, hát 60 kiló bicepsből a Ferinek azért az igen. Mi az a biceps, igen. Jó, gyerekek, elhittük, tehát hogy ne halljatok ebbe bele, ezzel nem tudsz széthúzni. Nem. Meg. Megtart, hát azt mondják, hogy kamion se tudta széthúzni. De hogy erre ki jön rá? Én elhittem, és kacok, ne halljatok bele. Jani meg pedig még itt folyamatosan húzgálja. De hogy erre ki jön rá? Már nyilván a fizikai törvényszerűségeket tudod, de hogy ki volt az első, aki összerakott két telefonkönyvet? Hát valószínűleg sittem volt. Hosszú ideig. Ráért. Amit én láttam, az két egyetemista lány volt. Akik akarták, ki akarták ezt próbálni. De hogy kerestél rá egyetemista lányot? Igen. Jó, hát dumáljuk erről békával. És beholnap te is. Gondoltad, hogy elment melletted a világ, hogy egyetemista lányok itt már beütél és telefonkönyveket húzogatnak, nem? De már ha ott voltál, oda csavarodtál, akkor megnézted a kísérletet. Egyetemista lányok, telefon. Enter. Azt írja valaki, a surlódás ehhez kevés. A vákumenergia hat. A vákumenergia? Igen. A vákumenergia? Jó, de tényleg nézzük meg az életben. Oké, mire tudod ezt használni? Tehát mondj egy olyan lehetőséget, amikor ez bármire is jó. Csak hogy van ennek bármilyen értelme. Van két telefonkönyved. Azt össze tudod rakni, úgyhogy ez nem szakadsz. Mit tudsz vele csinálni? Hát, van az életnek olyan terület, amikor ez jó lehet? Igen, válláskor, hogy a feleséged ne vigyel az aranyoldalakat. Na. Tehát semmi értelme. Ugye? Semmi. Mert valamit ha valakit meg akarsz szöktetni és le akarod lógatni, akkor azt ugyanúgy fogod a kezeddel. Aha. Nagyon sok minden nem tudsz vele csinálni. Maga az érdekes, hogy ezek a lágypapírok egyébként tényleg, hogy megtartják egymást. Hát egy 20 centivel lejjebb tudod lógatni az két telefonkönyvvel. Igen, annyit ér lejjebb a lábam. Aha. Ez valami sorozat, amit néztél? Vagy igen, azt hiszem 20 vagy 30 ilyen kísérletet sorolnak föl, és mindenféle hülyeség is van benne, meg egyébként ilyen jó dolgok is, és mindig van egy csapat, fiatal fizikus, biológus éppen, ami kell a műsorhoz, és akkor ők meg is magyarázzák, hogy mi történik ilyenkor. Csak ez olyan hihetetlen volt pont a lapok miatt. Nem hinnéd el, hogy igen. Ezek a igen, hajszálvékony lapok ilyen erősek tudnak lenni. Azt írják, az egyik tudományos csatornánál az egyik ember egy toronydarúról ugrott le ezzel a könyves technikával. Tehát az leugrott, és valahogy föl volt rögzítve, és megtartotta. Az mondjuk bátor. Hát az mondjuk bátor, igen. Mi van, ha valaki nem jó hajtogatott? Igen. Kettőt a duplán hajtasz, nem? Aha. Igen. 300-nál már picit untom. De akkor ennek van egy mérhető szakító szilárdság, hogy azt mondják, hogy nem tudom, 10.000 kiló, 50.000 kiló, 1.000 kiló, amennyit ez elbír? Szerintem van. Tehát a két kamion nem tudta széthúzni? Azért igen, meg a két harckocsi, azért az durva. Hát vigyük most le ezt a kettőt, úgyis megyünk a honvédséghez forgatni, hát lehet, hogy ezt egymás után tudjuk kötni. Most komolyan vigyük el a két telefonkönyvet. Hát, ha. Csak ilyen, mert az be kell építeni egy ilyen fémet. Igen. Ugye, ami alapján tudod rögzíteni, igen. Na jó, szeretem ezeket a mítosz rombolókat, meg ezeket a sorozatokat, sosem nézek ilyet, mert nem tudok mindig pont beleakadni, de ezek jók, hogy ilyen teljesen hétköznapi dolgok, nem, amik ott vannak körülötted. Városi legendák általában a legtöbb, hogy ha ezt így csinálod, akkor az úgy fog. A múltkor például volt az, arról beszéltünk mi is, hogy miért kell gyertyával betörni az ablakot, tudod, a motorgyertya mi az? A motor indító gyertyája, és hogyha az dobott hozzá a szélvédőhöz, akkor berobban. Ha ugyanakkor a kavicsot ugyanakkor erővel dobsz hozzá, akkor nem történik semmi baja. És ez miért van? Azt is megmagyarázták, ott, mert a kavicson nincs, tehát a gyertya a darabon, ott van valamiféle nem tudom, ezt fizika már, na mindjárt mondom, szóval, hogy a felülete, várjál, igen, jó beleteketem magam. De mi? Na, de ne szívassál már, mindjárt elmondom, a felülete. De ezt sem tudod, hát ezt minden iskolás gyerek tudja, Feri. Akkor te jössz. Hagyjál már. A felülete ott az annyira érdes, hogy nagyobb feszültség keletkezik egy bizonyos kis ponton, mint a kavicsnál. De nem azért, mert pontszerű? Ezt mondom, hogy kicsi ponton nagyobb feszültség keletkezik, mint a kavicsnál, és az üti be a szélvédőt. Ja, de nem mindegy, hogy hogy ütöd, az a legjobb. De egyébként például bent az utastérben, hogy kerül a te kezed ügyébe egy gyújtógyertya? Mindig van nálam.
elől átnyúlsz a műszerfalon, igen, és a motortérből kitéped. Ezért van nekem például, van erre is egy eszközöm az autóban, hogy ilyen, ilyen helyzetben, nem, van egy ilyen kis ilyen rescue toolom, aminek a másik vége, az egyik végén van egy ilyen kifejezetten a szélvédőnek a bezúzására való kis eszköz. És az mindig nálad van. Mindig. Tehát úgy szállsz be. És van rajta biztonságövel elvágó is. De nem biztok a tűzoltókban, vagy miért? Én senki menne. És a villanykörtés sztori, az igaz? Az igaz. Melyik, hogyha betölt kapni, én nem próbáltam még. Na, hát. Én még nem találkoztam, de az igaz? Aki kipróbálta, de igen. Van ez is egy ilyen legenda, nem tudom, senki nem próbálja ki. De most valaki gyerekkel hallgat, akkor halkítsa le, hogy... Az kapcsolja ki, ne halkítsa, kapcsolja ki. Igen, nehogy az igaz? Baj legyen. Kapni, be tudod a villanykörtét, de kifele nem jön. Szerintem egy teszt a lelkét megér. Szerintem is sorsolás útján döntsük el. Tehát, hogy befele bemegy a villanykörte, és kifelé már nem tudod kihúzni. De nem tudod kihúzni. Ez hogy megy be? Azért az kemény. Hájá. Tehát hogy tudod úgy betenni, hogy utána ne tudja akkorára nyitni, hogy kijöjjön? Valószínűleg az történt. Abban mi a törvényszerűség? Hogy? Hogyha már bent van a villanykörte, ugye a nagy felület. Jó, hát Laci, ne ezt hozott egy ilyen 4 wattos gyerekizzót, érted? Hát ezt a köldökömbe berakom. Igen, most meg is cáfolod. Hogy micsoda, hogy valószínűleg... Hogyha berakod, akkor már azok az izmok, amelyek széthúzzák a szádat, azok ott már nem tudnak úgy működni, mert a belső üreget ugye a villanykörte fej kitölti. És nem tudod. Laci megtalált a fejem, Laci, tehát, hogy nem tudsz belőni a kettő közé, nem mintha egyébként ki akarnánk próbálni, és behozott egy ilyen Fradi pálya méretű ilyen reflektorizzót. Mondjuk ezt beveszed. És akkor bent már nem tudod akkor arra nyitni? Hát igen, valami ilyesmi. Na mindegy. Sorsot húzunk, Jani, aztán kipróbálod te. Hm? Jó, szerintem legyen így. Szerintem megvan az alany. Ez csak te lehet. Hogy applikálod ki onnan utána? Hát bezsírozod a szádat, vagy összetöröd? Nem, azt összetöröd. Összetöröd. Össze, elmész fogorvoshoz, és van egy ilyen szájpeckük, amivel ő még tovább tudja nyitni, mint ami, ahogy te hogy tudod. Még nagyobb legyen a baj. És a... Tudom, mert amikor fönn voltam már nálatok, és ott volt az éjjeli szekrényeden. Igen, azt mondtam, hogy ugye van a véletlenül villanykötvény. Kérdeztem, mi az, mondtad, hogy tedd le szájpecek. Gyere, ígyunk egy bort. Mondom, jó, Feri, jó, kígyunk egy bort. Balázs, a sodrófát. Miért akarsz csinálni egy jó rétes? Nem. Na mindegy, jó, ezt senki nem próbálja ki. 9:10 múlt pontosan, 9 perccel, mindjárt itt vagyunk a nap legjobb pillanataiban. Ez itt a Morning Show. 3:40 van pontosan, megnéztük még, hogy mit csináltak, harckocsival is megpróbálták széttépni a két telefonkönyvet. A végén már el tudták szakítani, így de van, sokáig van. Nem, ugye? De rettenetesen küzdöttek, és aztán a végén szétszakították. Akkor már megfáradt, de mondjuk ezt hozzá kell tenni, hogy nyüstölték előtte még két autóval is, meg kötélhúzókkal, meg gyakorlatilag mindenkit is mindent bevetettek. Végül a két harckocsi elbánt vele. Mert a többiek már kifárasztották. Igen. Bizony. Tényleg érdekes. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszéltünk. A józsefvárosi kínai piac, ugye, hát megy a harc, a végrehajtás, ugye a MÁV ZRT megindította a józsefvárosi kínai piac területének bérlője ellen, és nem is ezzel a konkrét ügyel foglalkoztunk, hanem inkább azon élményeinket elevenítettük föl, amikor jártunk kínai piacon, mit vettünk, mit találsz ott, mi a jó, mi a hamisítvány, mi az eredeti, hogy és miképpen próbálnak ugye rád vagy ránk sózni, erről beszéltünk kora reggel, illetve egy 6-szoros magyar karatebajnok esetéből kiindulva, hát beszéltük, hogy milyen lehet, vagy milyen az, amikor az ember inflagranti kapja a párját. Ilyen élményünk még nem volt, de arról beszélgettünk, hogy vajon ki mit csinálna. Nem is ön várjuk, csak hogy igazából nem vágyunk ennek az élménynek a pótlására. Igen, hallgatóink is írtak és telefonáltak, hogy elmondják, hogy velük mi történt, illetve mit tettek ezeket a pillanatokat, most megmutatjuk újra. 6 perc múlva pontosan 10 óra. Ez ilyen vízóra leolvasó, nem? Minden nincs velük baj, csak ráadásul ott volt, sokszor jött, nem lehet, hogy már nem az első. Azért ez senkinek nem kívánja az ember ezt a pillanatot, hogy úgyis sorá férjére, ott van a vízóra leolvasóval. Na, hívjuk a naphallgatóját. Morning Show. Az bizony, jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok. Hello, jó reggelt. Szeretem ezt a finom bizonytalanságot mindig, amikor Morning Show. Igen, picit bizonytalanak tűntél, de kimondtad, ez a lényeg. Írtál nekünk SMS-t a kínai piacos témához hozzászólva. Igen. De azt hozzátenem, hogy nem én voltam, hanem barátom. Barátod írta? Nem,
barátom járt így. Ja, barátodat történt, igen, az SMS nagyon helyes, azt írtad, hogy csomagban vettem 10 darab zoknit. Az összesnek hiányzott a komplett sarka, visszavittem, azt mondta, kicsi hiba, nem csere. kicsi hiba. Kompletten a fél zokni hiányzott. De nem csere, és nem is cserélte vissza, ahogy írtad. Nem. Jól van, te vagy a naphallgatója, és mindenféle szépséges ajándékkal megszórnánk téged, leginkább Klassz FM-es Morning Show-s ajándékcsomaggal, sapkával, meg rengeteg minden mással. Köszönöm szépen. Jó, nem írtad alá, hogy hívnak? Gyulának hívnak. Gyula. Bocsánat, igen, mondtad. Honnan hívsz minket, Gyula? Most éppen Jászberényben vagyok, de Budapestről. Budapestről. Oké. Okay. Köszi, hogy minket hallgatsz, küldjük a csomagot. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello. Figyelj, nem hiszitek el, a parfümből megéreztem, hogy nem a Csabi van. Ezt nem hiszem el, viszont akkor innen elkezdek arra gondolni, hogy hol a Csabi. És ha ott, ahol azt sejtem... Mondd ki, nyugodtan, neked is könnyen lesz, most, szabadság. Ezt most tényleg nem hiszem el, hogy megint Szabin van. Hello, Gábor. Erezd el, ne rágódj rá. Szabin van? Igen. Szabin. Ne, ki kellett venni, benn maradt még. Ki kellett és venni? Most még csak november van. De gyerekek, ennyi szabadság már a... matematikailag nincs. Jön a december. Imádom, és még Csabi. Akkor is megy Szabira? Szerintem. Ez most te tőlem kérdezed. Ma van, vagy nincs péntekig? Péntekig nincs. A legnagyobb király a Csabi. Na menjünk innen. Gyerekek, ember ennyit nem volt Szabin. Vagy csak nekünk tűnik soknak. Két hete jött vissza egy hetes szabadságról. Ha a kívánság műsorral jár ez együtt, akkor váltsatok, srácok. Legyétek magatok az a Csabit, én inkább csinálom a kívánság műsort. Komolyan mondom, hogy itt ennyi Szabi van, tisztől beülök kettőig. Itt elteljesítgetek, elbeszélgetek hallgatókkal, leadok 8 zenét egy órával. Hát ez tök jó. Hát ha 8-et azt le, akkor nagyon csúnyan kiabálni. Akkor azért nagyon sokan beszélni. Én mennyi megy az egy között? Hát legalább 12. Ja, még ennek 10 fél perc, egy perc, egy perc, ez dumáitok vannak, ugye? Ezt még nem bírnám ki. Balázs, egy órában van egy perc, 10 másodpercet beszélni. Old meg. Semmi több. Semmi több, mi? Tényleg ennyi van. Egyébként a megcsaló sztoriról nekem is eszembe jut egy dolog. Nem is eszembe, én megéltem, bár akkor még nagyon kezdő voltam ebben a szakmában, ilyen 20 éves. Aztán utána rögtön abba is hagytam ezt a, hogy mondjam, olyan... Ezt a vonalat. Hát azt a vonalat, hogy megcsalni valakit, akinek kapcsolata van. Hát szintén ez a klasszikus inflagranti, hazajött a férj, és ott nem volt szekrény, nekem az ajtó mögé kellett beállni. Egyetlen egy dolog volt, az óriási szerencsém. Persze ismertem a férjet is, meg a feleséget is, tehát egy igazi tróger vagyok, én azt gondolom, keresztre feszíthető. Hogy a férj az annyira részeg volt, hogy szegény semmit nem, tehát gyakorlatilag elesett, úgyhogy nekem nem nagyon kellett konkrétan menekülnöm, felöltöztem és szép lassan elsétáltam. De jó arc volt, tehát fölsegítetted, leültetek és ittatok. Kicsit beszélgettem, persze. Egyébként a megcsalásról egy nagyon kedves zenész barátom, Szász Feri gondolata jut eszembe, hogy mindenhol jó, de otthon muszáj. Nagy duma. És még egy utolsó anekdota. Tőlem nagyon sokan kérik kedves jó, de otthon muszáj. Barátaim, kollégáim a lakásomat ugye kölcsön kérik, mert hogy én egyedül élek, és akkor te napközben úgyse vagy otthon, fölmennék a szeretőm mellé, megmondom, de semmi gond, én meg addig a feleséged elmehetek. Itt komoly csend szokott. Ez nem annyira lenni, igen. Figyelj, mert sztenuláltál az ajtó mögött? Tehát ez a klasszik. Hát, de tényleg, férj, onnan 20 jött, éves voltam, és annyira rémült voltam. Tényleg azt hittem, hogy meghalok. És ráadásul ez is klasszikus. Emeleten volt, tehát nem lehetett volna lemászni, vagy kiugrani, én nem tudom mi. És amikor rájöttél, hogy létszeg, akkor kintottad az ajtót, és ott állt, és mondtad, hogy szkúzi, mindjárt fölveszek ruhát, tehát dumáltatok a férje, vagy veled már csak ruhában hát nem nagyon, a feleségével kezdett beszélgetni, de szerintem ott nem nagyon emlékszem, mi történt, de arra viszont emlékszem, hogy én ismertem a férjet is, és a feleséget is, és azóta sem mertem nekik elmesélni. A feleséget egyébként... Miért a feleség se tudott róla? Hát a feleség tudott róla. Ja, azért, mert begyináztad a feleséget, a férj meg a barátod volt, azóta sem mertem nekik elmesélni, szóval, hogy mit tettem. Hogy tényleg nem mertem el. Nem tudom, hogy hány év után évülnek el ezek a büntettek, ez legalább szóval 20 éve biztos. Még együtt vannak? Ezt nem mertem megkérdezni. Vagy azóta nem találkoztunk. Szóval, hogy van egy pár ilyen történetem. Hát igen. Na jó. Na jó, szóval, hogy ne felejtjétek, mindenhol jó, de otthon muszáj. 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudok Gábortól dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Mára ugyan a Morning Show lehúzza a rolót, de mindenki őrizze meg a hideg mérét, hiszen holnap is a mikrofon mögé ülnek az éter nagy ágyúi, Balázs, Feri és Jani. Addig is kívánjuk a legjobbakat a viszonthallásra.